Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Passos, ma megint elfelejtettem az aliaszt elmondani. Mindegy. Ah. Mert ez nem a tied. Na, két hét... Ö, volt Hogy most. vagy, Charlie. Köszönöm szépen, már sokkal jobban, de ott, ott ö, nem voltam a helyzet magaslatán, úgyhogy úgy, tényleg kár lett volna erőltetni. Ti meg nem, nem akartátok ketten, úgyhogy nem rajta nem, múlott, kedves nem föl, mert éreztük benned ezt a szolidaritást, hogy ha te beteg vagy, akkor mi is Egyrészt ezek a fantom fantom <laughs> Egyrészt, Másrészt a technikai kvalitásaink nem érnek föl a nyomaidba, Csáli, úgyhogy nem, nem mertük ja, fölvállalni. Féltetek, hogy utána jön. Christian a Krisztián csak azért nyal, mert ilyenkor már nincs fagyi. Nem, a Krisztián csak azért nyal, mert 40 percet vártunk rá Andorral, ma a. Széchenyi fürdő hátuljánál, és utána ugye nem tudtuk fölhívni, mert van neki most egy cicavízió, és a mobilja a simkártyával együtt a rohat macskát veszi. És ezért Krisztián offline már majdnem egy hete nem vagyok offline, e-mailben és Facebookon elérhető vagyok. Tökre jó, Szenen. igen, csak mikor... Például a... írhattál volna neki levelet. Igen, meg is tettem, írtam neki elér. folyamatosan, és tehát, hogy annyira bátor, hogy elmegy este egy találkozóra esőben, szemüvegesen, úgy, hogy... Sötétben. Sötétben, hogy nem tudja, hogy hol leszünk. Mondjuk megmondtam neki, hogy ott a Széchenyinél, ott a király felhajtó, tudod, és akkor ott, ott leszünk. Andor a megtalált, Andor megtalált, egy perc alatt. Oké, okay, azért az érem másik oldalát is említsük meg, mert az, hogy ti 40 percet vártatok rám a fűtött meleg autóban, az azt jelentette, hogy én az esőben, a szemerkélő esőben mászkálok 45 percet a szétségi körül. Ja, de hát akkor nem azt kellett volna, hogy keresel egy telefonfülkét, vagy kérsz valakit, hogy ne haragudj, home lesz vagyok, hadd csörögjek egyet telefonon, vagy hazamész, és ránk telefonálsz. Hát 2015-öt írunk, senki nem tud fejből már telefonszámokat. Ja értem, és a macska fontosabb volt cica vízió. Nagyon fontos. Akkor én most, topos, nagyon Most fontos, fogom igen. kihúzni a linket az adásból. Ez M valami fajtiszta macska? Fajtiszta európai rövidszőrű, igen. De semmi semmi, semmi fajtcicaság. Nem, Szimatos ez a Krisztián becsipődése. Ennyi. Becsöngetett két kislány, és benne volt a dobozba. Így aztán hozzánk került. Ez így, hogy becsöngettek és leraktak két macskát a, az ajtótok elé? Nem, egy macskát. Ez úgy volt, hogy a kutyájukat sétáltatták a ligetbe, és itt volt ugye az a hatalmas nagy maraton, amire nagyon sokan jöttek mindenhonnan, amin Andor is zseniálisan egy szösszen és lihegés nélkül lekocogta a 10 kilométerét. És egy uh, Nyíregyházáról jöttek egy kis busszal páran, és itt fönn a parkolóba, a ligetes parkolóba fedezték föl, hogy valahogy bemászott a kis cica még lent a, 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 az út kezdetén, és föl stoppolt velük idáig egészen Budapestig, és hát nyilván a jó lelkű emberek ilyenkor mit csinálnak, ha van egy potyautas kis cica, kibasszák a ligetben. És a, a két kislány, az pont arra sétáltatta a kutyát, és megmentették a cicát, és aztán kétségbeesetten jártak itt körbe a házba, és próbáltak találni egy helyet, aki, ahol, ahol befogadják. Aztán hát... hát kerestek jó, egy madarat. Hát lehet, hogy kerestek egy madarat, nekem nem volt szívem így. Elvált, meg ott állt a kislány, mondtam neki, hogy, hogy hát figyelj hozzánk, nem nagyon jöhet, mert az öreg cica az ki fogja nyírni, úgyhogy és akkor elkezdett pityeregni, csúrikat. Ja, azt hittem, hogy és akkor letérdelt, és mondtad, hogy jó, nem, 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 maradhat, maradhat. De honnan tudta Krisztián, hogy hozzá kell menni? Járt, járt a végig lentről fölfele a házat, és itt mire fölért a negyedikre hozzánk, nagyon kétségbe esett volt, mert mindenhol elhajtották. Aztán mi meg gondoltunk egyet, a, a, a nagyobbik húgom az ilyen nagy cicamentő, és gyorsan lezsíroztam vele, hogyha minden kötél szakad, akkor, akkor ő be tudja fogadni átmenetileg, és, és, kerít neki gazdít meg ilyeneket, csak aztán valahogy itt maradódott nálunk még. Mert kurva aranyos. És élőben, többnyire élőben követhető, ami miatt nem lehet engem fölhívni most már lassan egy nem hiszem. <laughs> nincs, egy, nincs egy ilyen 3000 forintos webkamerád, vagy valami? Hát. Mindjárt lesz. Eddig, eddig elkerültem, hogy legyen. De, de Fifi, a figyelet, tehát a podcastért kellett várni, bazd meg, egy évet, hogy vegyen egy normális mikrofont. A cica kamera megvan egy hét alatt. Azért, mert te és még sokan mások sivítoznak, hogy nem tudnak fölhívni. Ja, tehát csak ezért. Jó. Figyelj Én már, uh, erre jut eszembe a hívásról, meg ugye az egész online-ságról. Uh, Kimaradt egy hét, de mesélj már milyen volt a Tócsellós koncert? Elmészte a bánatba. De tényleg. Jó, nagy bánatos bánatba. Krisztián, szeretnénk hallani, figyelj, én, én nagyon szeretem őket egyébként. Én is nagyon szeretem őket, is szeretem őket, hogy még meg a Figyelj, ez ráadásul ez névnapi ajándék volt Kingának ez a koncert, amire aztán nem mentünk el. Az hogy Kinga beteg volt, én meg irgalmatlan mennyiségű melón volt, úgyhogy ilyen teljes agyradíron estem át, és ráadásul pont aznap estére a legkisebbi kugomnak a 18. szülőnapja, aki nem kaphatott szigit, ugye, most nagykorú lett végre és neki volt a, a szülinapi bulija betervezve, és a evidencia volt, hogy megyek, és ott a, a, a Krimóban este 11-kor jött egy ilyen há érzés hátulról, hogy valamit elfelejtettem, valamit elfelejtettem, és akkor esetleg, hogy meg, október 10-e van Tucsalos koncert. Úgyhogy meg volt a jegy, meg volt a rákészülés, három hónapig készültünk, és aztán jól elfeledkeztünk róla. Így, így és milyen előtt. érzés, mikor előveszed? Tehát ez, érted, arra vagyok kíváncsi, hogy tudod, vannak ezek a bélyeggyűjtők, hogy hogy tehát az ember így gyűjt olyan egyet, amit nem használt el, és akkor Fifika, ez... ezt tudod Sok. milyen? Ez, ez olyan, mint Amerikában a, a ki nem bontott akciófigura, vagy, <laughs> vagy a, a tudod, ezek a baseball kártyák, és ő is mondhatja majd, hogy itt van két ilyen gyerekek, nincs letét róla, mentem, na ilyenje senkinek nincs. Gondoltam rá, kinyomtatom nagyba és bekereteztetem, igen, hogy egy örök mementójául, hogy mennyire balfasz tudok lenni. De hát most igazándiból érted, ha meg elmegyek, akkor meg nem megyek a húgom szüli napjár. Tehát hát, hát sehogy se lett volna jó, így, hogy véletlenül így alakult, hát Isten. Ja, tehát most tulajdonképpen ezzel önszuggeszióként mentegeted magad, hogy tulajdonképp jó cselekedtél. Hát valahogy meg, muszáj megpróbálom racionalizálni, mert különben erre vágok magam. Az az igazság, mindegy. hogy én, én, én Andorral ezt beszéltem a kocsiba, de nem, nem, nem beszéltem, ezen röhögtünk, hogy az arcodat néztük volna a webkamerán, a cica vízióval, mikor mikor így görgeted a Facebookot, hogy fú, de kurva jó volt a hugom szülinapja, na mi történt aznap, és így görgeted le. Thank és, you Budapest! És meglátod az was... meg azt a képet, thank you Budapest, és így, Ó, bazd meg! Nem mentem el! Hát olyan fejem volt kb. Én belülről nem látom a saját arcomat, de nagyon furán néztek rám az asztal körül a társaság tagjai. Hát kb. Mint így pofán basztak volna egy péklapáttal. De így meglepetésből szerintem olyan arcot vághattam így az de a ragudj, teljes nem, lefagyás. Nem rajtad röhögünk veled. Ah, oh, jó. Igen, igen. az jutott eszembe, hogy volt egy haverom, aki meg a, az ötvenedik évét töltötte be, és a felesége vett neki Kraftwerk koncertjegyet. Úristen! Bécsbe. Bécsbe. Úristen. És akkor volt egy húsz éves Citroen, nem tudom én mi, elindult, és Győrig jutott el. Érted? És Győrbe az autószerelő műhelybe így mondogatta, most kezdődik. Most kezdődik. Szerjény. Ez ilyen szopás volt az is, istenem. Azt meséltem már, amikor elmentünk Krakóba Kraftwerk koncertre? Ne. A haverommal, általános iskolai jó barátom, Gábor, és imádjuk a Kraftwerket mind a ketten. És szokott lenni, most nem jut eszembe az esemény neve, Krakóba szokott lenni, és ilyen nagyon-nagyon digitális, hiper-super uh, buli szokott lenni, és egy gyárba, uh, ilyen cseppeli vasműkaliberű gyárban szokták tartani. És rám szólt, hogy fú, menjünk már el, most lesz, és Kraftwerk koncert is lesz, úgyhogy mi fölkerekedtünk, és elutóztunk egészen Krakóig és mindenhol írtak róla, hogy ez lesz, csak sehol nem írták, hogy ez, erre jegyet kell váltani. És megérkeztünk Bakker Krakkóba, és ott derült ki, hogy nincsen jegyünk és sehol nem lehetett már természetesen jegyet kapni, úgyhogy kimentünk oda a helyi csepeli vasművekhez, átbumlisztunk a városon, az olyan fullos szociál környéken, a gyár kapuji előtt nézelődtünk, hogy hát találtunk jegyüzért. És ezek annyira pedáns népek, ezek a lengyelek, hogy egy nyomorult jegyüzérrel nem találkoztunk, és ott a sötétben, a szemerkélő esőben, úgy látszik nekem ez a sorsom, ott átvarogtuk, és mi is nézegettük az óránkat, hogy na, ha most kezdődik a koncert. Azt hittem, hogy, 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 végül is megpróbáltatok magatokat meggyőzni, hogy hát, hát végül is ki a francot érdekel a Kraftwerk, olyan szép ez a krakó, nézd azokat a, azokat a tornyokat, és hm, micsoda eklektika. Se. Hát nem. Hát eklektika az nem volt, mert mondom, a, a tényleg így a Csepeli Ipartelep környékkel ekvivalens helyen volt a, a, az egész rendezvény, úgyhogy ott, ott nem volt semmi ilyesmi, de hát aztán nyilván besöröztünk bánatunkban, aztán másnap megnéztük a város nevezetességeit jobb hiány. Tehát <laughs> ez, valamiért az utóbbi időben nekem ezekkel a koncertekkel nem annyira jönnek össze a dolgok. Csoda, hogy a Lindsay sutherland Hát nem tudom, a túlcsellót nem, de figyelj, oda az a elé, és akkor megnézed a van Violint. Tehát ennyi. Ege. Ege. jobb helyen. De ha webkameráról jut eszembe, viszont láttam az új videót, Charlie tegnap. Ja, a közös Blackie, Charlie Corporation videót. Black Master featuring, Charlie, igen. Ja, hát az, az, aranyos, az aranyos volt a sztori egyébként, mert végig azon remektünk, hogy nehogy valahonnan be tudja szerezni, de hála Istennek nincs, tehát Magyarországon nem lehet ezt kapni. És, és hát annyi volt ugye a háttérsztori, hogy a, a, a magasan kvalifikált párásító Facebook csoportba beírta Eugén, és aki nem tudná, Eugénnek volt egy balesete, és és amputálni kellett mind a két lábát, illetve az egyik karját, tehát maradt a feje, a törzse, meg egy karja és ezzel old meg mindent, és az e cigizést is, és nem csak, hogy mindenféle integrált szírszarokat használ, hanem például Vapor Giantet teker újra egy kézzel. És, és ő kérdezte, hogy, hogy, hogy jó -e ez, meg, meg hogy honnan lehetne beszerezni, aztán megvilágosodtam, gyorsan beszéltem Blackivel, mert itthon nem, és mondta, hogy hát már pedig náluk van, és az összeget most direkt nem mondom, hát ha hallgatná Eugene is, de, de aztán összebeszéltünk Blackivel, mondtam neki, hogy akkor, akkor vegye meg, és, és felesbe kifizettük, aztán ő a postára, és hát az lett a, az eredménye végül is, hogy, hogy valamit rendelt tőle az a, a, az Eugén, és, és, aztán ez is benne volt a csomagban, úgyhogy most nagyon örült neki, és, és várjuk tőle majd a visszajelzést, hogy, hogy milyen, mert hogy, ugye neki ez sokat segít, hogy nem kell lefölszerelgetni a módkészülékre, meg, a, meg a, az állványra éppen beüzemelés közben, úgyhogy, úgy, de jól is esett, mert, mert ö, tényleg egy, egy, egy embert lát, egy olyan embert láttunk, tudod, aki nem, nem adja föl, küzd, csinálja, egy kézzel is. Egy kézzel is. Úgyhogy le a kalappal előtte. Ó, olvastam a posztját, azért nagyon meghatódott tőletek. Mm. Azt lehet, hogy én nem láttam, mert rohanás volt az életem azóta. Ja, vagy ott a, a fénykép a, a, csoportban? Igen, ja? Igen, igen. Na hát használja egészsége. Aztán várom, hogy, hogy mi lesz az észrevétele, hogy, hogy remélem, hogy tudja használni. Úgyhogy ez volt, és, és már jöttek is az érdekes kérdések, amiről már sokszor beszéltünk egyébként adás között, vagy adás közben. Ezt direkt kommentelhetővé tettem ezt a videót, és beírt egy srác alá, természetesen nem azt méltatta, hogy két ilyen géniusz, hogy tud a kamera elé ülni egyszerre, han hanem, ezt gyorsan megállítom. Van hanem, miért? Igen. Hanem azt írta, hogy képzeld, Elif I Just 2 -nek nézte a Provari 3-at. Na, ezen lendüljünk túl. Mm, de, 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 de. Ilyen szeretne venni, mint legelső e már mint hogy gondolom, elifet és szerinted nagy baj, ha 15 évesen el akarom kezdeni? Én írtam, sajnos nem lehetett úgy tudod, hogy válasz, és úgy, hogy értesüljön róla, de mindegy, én megkérdeztem, hogy... hogy hát, illetve hát annyit mondtam, hogy én nem vagyok az édesanyád, édesapád, tehát nem én döntöm el, és ugye azt se tudom, és ez a legfontosabb, hogy dohányzik-e most. Mert, mert az a legnagyobb ö, hülyeség, hogyha azért akarja elkezdeni, mert ő nem dohányzik, de ezt tetszik neki. Akkor is, ha mentes, szerintem. Tehát 15 évesen én kimerem jelenteni több, mint a duplája vagyok, hogy, ö, hogy inkább tanulni, és ö, majd később. De hát igen. Ez, ez ö, nem szívedütött, csak úgy, úgy nagyon elgondolkoztam, hogy fú, basszus, most erre mit kell válaszolni. Hát dilemma volt ez már Krisztiánnál is. De ha az ember így direktbe találkozik vele, akkor tényleg így megáll, hogy úristen, most akkor mi, mi, mi lesz, vagy hogy is kéne. Tehát ilyen, tudod, így át, átléped a társadalmi norma kontrollt, az olyan, mint mikor a, mit tudom is, a 12 éves gyerek jön veled szembe, az cigarettázik. Legszívesebben oda menni, az pofán vernéd. Vagy nem, nem tudom. Tehát nehéz. Az biztos. Azt írja valaki egyébként, hogy nagy hiányokat pótol ez a videó, remélem tisztában vagy vele. Igazából nem gondolnám én ezt, hogy ez hiánypótló, ez csak, hogy mondjam, ilyen, ilyen figyelemfelhívásnak szántuk ezt Blackivel, és ezért ezért csináltuk csak a videót, hogy mindenki ö, gondolkozzon el azon, hogy ha egy olyan emberrel találkozik, aki, aki segítségre szorul, hogy hogy tud-e segíteni neki, vagy, vagy, vagy mivel tud segíteni. Nem feltétlenül azzal, hogy vegyen neki készüléket, vagy kazánt, vagy bármit, hanem úgy egyáltalán. Na úgyhogy úgy, ennyi volt csak ez a videó. Remélem, hogy el tudunk valamit indítani, a más nem az, hogy gondolkozzanak a, az emberek el rajta. Ennyi, nem több. Na. Ámen. És most nagyon fogtok utálni engem, srácok. Mondjad. De mint mondtam, nekem ma korán kell zúznom, úgyhogy még mielőtt igazából bele tudnánk csapni a lecsóba, nekem most kell télakolnom. Vagyis átköltözteted magad? Nem átköltöztetem magam, hanem el kell távoznom módom módon, rendhagyó módon. Miért is? Ez bonyolult. Jó, Krisztián, annyit voltál velünk, hogy még a stáblistára se fogjuk fölírni a nevedet, oh, és az adás elejéről is kifoglak vágni. Köszönöm. De, de ezért cserében elvárjuk, hogy beszkenned az el nem használt jegyedet. Be fogom szkennelni, be fogom szkennelni. És me a kulpa. Pidde kitől. Ez ma ilyen félnadrág nap lett. De legalább áztam 45 percet miattatok. Jó, oké. Okay. All right, köszi, szevasztok. Hello, hello, hello. Na, hát ez az élő műsor varázsa. Tehát zseniális. Zseniális. Biztos, biztos, biztos megjött... Kinga, és, és az volt, hogy és a macskát meg se simogattad? És akkor most igen-igen megyek macskát simogatni, vagy beállítani. És újra nem megy a, a videó a macskára, a... a macskára? És nem látják a Youtube-on folyamatosan, hogy hogy csinál a macska? isten Te, én majd hát ha visszahallgat, vagy hát ha nem hallgatja vissza, de én ezeket sose értettem. Se a gólyás videót, se a, a szírt is a videókat, tehát ez, hogy fixen 0-24-ben egy kamera mutat egy állatot, ami többnyire vagy alszik, vagy nincs a fészkében, vagy eszik, hát ez, ez a, a bitnek a legnagyobb szintű pazarlása, ami az interneten létezik szerintem. Nekem, a, hát az, igen, tehát az ilyet büntetném egyébként sávszélesség meg vonassa, hogy valami hasonló, de, de a, leg, a legjobb az, amikor a, a hűtőszekrény van bekamerázva belülről. Nem Tud, mondod. És akkor... Ülsz a tök sötétbe, tehát csak valaki kinyitja a hűtőhajtót. Várjál, ülsz a sötétben, mondjuk 4-5 órát, és utána kinyitja valaki 15 másodpercre. A hűtőhajtót kivesz valamit, és becsuk és abszolút boldog vagy, hogy ezt a három másodpercet élőben láttad. Nem tudom. Ö, és a három másodpercet élőben láttadra, Ö, csak ez nincs is benne a show de majd beleírhatnád esetleg, mert én beszélek ott a volt már alá, hogy kijött egy, nem tudom, hogy van-e ez az alkalmazás egyébként Androidra, de, de iOS-re most ingyenes lett, ez az Overcast nevezetű, vagy Overcast, ki hogy ejti, nevezetű alkalmazás, ez direkt egy podcast app, föl lehet vele iratkozni ugyanúgy, mint a gyári appal, de az benne a zseniál, hogy föliratkozol, és amit már múltkor mondtam is neked, tudod, hogy ha nincs annyi időd, vagy a sok ö, 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 meg ezeket a szüneteket az ember ki akarja hagyni, van benne egy gomb, megnyomod, és akkor onnantól kezdve ö, én néztem is, hallgattam a podcastünket, nem hallgattam végig az egészet, de láttam, hogy hogy egy az egyhez, tehát az egymásodperc valóban egy másodperc, az nagyon nem volt. Egy 20, egy, 28, egy 35, és így szépen gyorsítgatta, lassítgatta automatikusan, ahogy ő ugye az MP3-at kiértékelte, és nem lehetett hallani egyébként, nem torzított, nem nyávogott a hangunk, és mégis gyorsabban lejátszotta, a szüneteket kiszedte, úgyhogy ez, ez rohadt jó, hogyha az ember sok-sok adást akar egyszerre ledarálni. Úgyhogy ezt... De gondolom, akkor kihagyja az ilyen röhögéseket. Nem, 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 mintom, abszolút nem. nem, nem. Tehát a csöndet azt megvágja nagyon, és a, a többin meg annyit uh, gyorsít amennyit uh, élvezhetően tudsz tehát meg, meg nem az hogy nem így hadarok hogy nem, nem nem nyávog le a hangon. nem 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 sotó, nem. Sotó, sotó. nem is tehát direkt néztem is és 128 135 uh, ilyen tempók voltak és nem nem hallottam a saját hangunkon hogy uh, hogy torzított volna, és tök jó hogy, hogy ezt ingyenesítette a a fejlesztője egyébként, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy adjon neki egy lehetőséget, mert ez a gyári app ez egyre fossabb egyébként, úgyhogy Overcast, Ezt Jegyezzétek meg. Mindjárt keresek a, 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 play a Google Play-en, hogy van-e ilyen alkalmazás, amúgy. A másik, és, és akkor még ez egy, egy, ki kis, egy ilyen kis offline tech info, hogy rendeltem mi bendet? Nem én, először a Boris, de hozzám jött. Jaj, jaj. És, és kipróbáltam, ugye, mert iOS-tel is megy. Hát zsönniál volt az Isten. Amire nekem kellett, tehát a lépésszámlálás, az alvás figyelés arra kurvára jó. Tud ébreszteni, tudod, alvási ritmus alapján téged rezgéssel, és amit nagyon szerettem, hogy végre le tudtam egész nap némítani a telefonomat, és ha hívás volt, akkor rezgett a karomona a band. És tegyük hozzá, utána olvastam, hogy hát volt akinek egy töltéssel ilyen 150-180 napig ment, de átlagban az 50-60 nap. Hát pontom az, én nem akartam elhinni, és föltölt, 380 milliamper óra, és föltöltöttem. Nekem úgy jött, hogy 58 napja nem volt föltöltve, és akkor volt valami 60-valahány százalékon, egy hét alatt sikerült 4 ot levenni, úgyhogy folyamatosan a Bluetooth kapcsolat a telefonnal. Kurva jó. Úgyhogy rendeltem is kettőt egyet asszonynak, egyet meg nekem. Nem is drága egyébként. Ne, 15, 15 dollár is valami. 15. Két dollárért van hozzá szilikon de de designer bőrszíjat is tudsz 10 dollárért, ha meg olasz bőrszíj, az meg 40 dollár. Tehát kétszer, két és félszer annyi egyébként, mint maga az eszköz. De, de kurva jó. Tehát ez, hogy hogy megy mindenféle platformmal, a Boris közben már meghackelte, ja, és olyan, hogy kiírta egyszer csak, hogy, hogy új ö, firmware van. Lefrissítette magát. És néztem, hogy az a mérleg, amit egyébként az iStyle-ban, meg mindenféle app okban árulnak 50-60 ezerért, az okos mérleg. Na hát ez is van, ez is van miben, mennyi szerinted? Nem tudom, 20... Huszon... dollár. Hülye, 20 valahány dollár. Huszon... <laughs> 88 a ship, úgyhogy írtam a gírbesztes kontaktnak, hogy erre találjunk ki valamit, mert én szeretnék kettő ilyen mérleget. Mert ugye rálépnék minden este, be van drótozva a telefonba, puk, küldi az adatot, és szépen kirajzolja majd a diagramot. Tehát ez nagyon jó pofa. De 15 dollárért egy ilyen bendet, menjetek a tökönbe, hát ez... Hát miért a, a fülesük? É, az is. Ja, nagyon jó. Na szóval ezt felejtettem el. Igen, van. Zseniális. Ezt felejtettem el mondani, hogy, zseniális. hogy Boris rárakott valami másik fönvert, ami a szín is úgy villog, ahogy te akarod, be tudod állítani, hogy SMS-re, telefonhívásra, ha én hívlak, ha te hívod, és a többi, és a többi máshogy villogjon. Nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy azt is rendeltem gyorsan párat. Na, hát a sok jó tétemény és a betegség ö, mellett mi történt még veled a hét? Azt nem mondhatod, hogy mi történt veletek, mert ugye ketten maradtunk, de mi történt még veled a héten? Velem? Uh -huh. Most ezen Ennyi? gondolkozom. Nem, tudod, most kipróbálhatja majd az overcastot az, aki letölti. Ja? Csönd. Te... Van egyébként Overcast nevű alkalmazása. Akkor az lesz az. az lesz az. Akkor tök jó, azt ki kell próbálni azon A... a. be tudod linkelni majd a te platformodat? Én meg De addig mondom közben, hogy ugye ma találkoztam Andorral, meg uh, Krisztiánnal. Krisztián megkapta a a származó kavicsot. Cserébe kaptam uh, uh, Bread of Heaven-t. Volt ilyen úriember, hogy egy uh, 10 millis Bread of Heaven-t kaptam tőle, ezért vagy nem ezért nem tudom, de Fincsi, köszönöm szépen. Illetve Andor a, a, múltkor már beharangozott Hellfire, nem mondjuk ki az árát, mert megöli az asszony, készülékéhez vett egy, nem mondjuk ki az árát, mert megöli az asszony, drippert, illetve bottom feedert, amit most gyorsan adás előtt meg is tekertem. Bread of Heaven-nel megcsepegtetem, felülről, mert alulról állna fog belecsorogni, és tökre jó. Tökre, tökre, tökre jó. Úgyhogy, hát ez történt, de vagy beszéltünk olyanról, ami történt még, és nem mondtam? Nem, nem, mert csak kérdeztem, hogy volt-e volt még valami érdekesség vele? Hát úgy, a úgy a ezt vétel. nem mondanám el, hogy ez a betegség mit okozott, hányszor voltam a WC-n, és hányszor milyen testhelyzetben, mert arra remélem senki nem kíváncsi. Na, én kérlek szépen így soha nem jártam még így, tehát ugye a Dortmundnak még még neki ilyen lecsengései, de volt egy cég, akivel Dortmundban találkoztam, és van egy egó méretű készülékük, ami, ami egy ilyen 0,4 ómos kazánnal üzemel büdös nagy gőze van, 900 milliamperes maga a, de, de képzelj el egy, egy full legó méretet, tehát nem vastagabb, nem... De, izé... de ezért... is mondjuk, mint egy Helix? É, igen, igen. És tök vékony, telj, teljesen egó kinézetű. Na jó, hát Te, de tudod, csak az a lényeg, hogy az aksi meddig bírja, és mekkorát érde. Meg, és, hogy Hát igen, igen, tehát ez egy 900 milliamperes aksi van benne, és egy 0,4-es kazán van ráakasztva, de olyan büdös gőze van, érted, hogy nézed az embert, aki szívja, és tudod, így nincs szinkronba az eszköz, meg a gőz, tehát valami Hát valami igen, brutális. ez így, ez így vicces, csak mit tudom is én, hogy hányszor tudod föltölteni, mennyire gyilkolja az aksit, hát, azt a kis szerintem picit? ez, ez ilyen, ilyen három óra alatt tuti, hogy nullára merül, de hogy így nagyon gondolkoztam rajta, hogy be kéne vásárolni egy pár darabot, kipróbálni, meg nem tudom, és akkor így levelezgettem az a űrgével, és akkor kezdett egy gyanús lenni nekem a, az egész dolog, amikor rákérdeztem ilyenekre, hogy, és akkor mondd már meg, hogy hány slúkot lehet így letenni mégis. Tehát úgy kiszokták írni a PAF számot a, a, különböző eszközökhez, és akkor itt ott itt mély hallgatás. De közben ő meg néha rámirogatott, hogy akkor most száz darab, vagy, vagy 20 vagy 50. de hát mondom, figyelj már, ez így marha drága lesz válma láfálva, mindenféle okossága, amire bekerül. És hogy valami jobb árat mondjál, meg nem akarok száz darabot venni, meg nem tudom én. Aztán uh, addig ment a húzavona, hogy uh, blackie vel is beszélgettem róla, mondtam, hogy nézzél már rá, hogy neked mi a véleményed, mert azért nem akarok egy besztokkolni egy 200 darabot, aztán ott ülök rajta három évig, mert az egyértelműen bukta lesz és végén aztán elálltunk ettől a, az egész vásárlástól, de ha valakit érdekel, beteszem a, a linkét, de még mindig foglalkoztat a dolog, hogy egy öt darabot be kéne belőle kérni, csak nekem ez annyira annyira, hogy mondjam, szóval ha ebbe az irányba kezd majd, e, mert hogy ez ugye amúgy teljesíti a TPD előírásait, mert két millis kazán, érted, még az is lehet, hogy ilyen, ilyen csepegésmentes a töltése, meg mindenféle akármi, csak hogy érted, egy 900-as aksit úgy fogsz meghajtani, hogy egy 0,4-es kazán van rajta. Erős, erős gyanúperrel élnék, hogy Meddig tudod azt az aksit ö, gyilkolni? Ebbe egy OCX 100 százas csíny. De éve, bocsánat, nem úgy, hogy meddig tudod, hogy két vagy három órát, hanem hogy hány töltési ciklus tudsz ö, szenvedni vele. És 27 wattot tudsz belőle kivenni. Bo bocsánat, hülyeséget mondtam, félom, tehát 05 megy mondjuk annyira nem lőttem mellé, de hogy 28 watt a maximális teljesítmény, amit lebiradni ez a 900, 900 milliamperes ego gyakorlatilag, szóval így nagyon beindította a fantáziámat, aztán tudod, amikor így kicsit lehiggadsz, meg így elkezdesz gondolkozni, ó, basszus, hát nem is biztos, hogy ez olyan marha jó ötlet, hogy és mondom, mindenféle előírását teljesíti egyébként a a TPD-nek. Úgyhogy. Ja, és hát természetesen oda van írva, hogy a, a, a benne lévő kotton az, az japán. Uh -huh. Hát, hogy így megnyugodjál, érted, hogy nem, nem akármi, és hogy mit tudom is én, a, a Kantál az is valami amerikai, meg fú, meg úristen mondom de ahogy számoltam vámmal áfával egy szerény, de tényleg szerény ilyen, ilyen mondjuk 25 os árése ilyen 17-18 ezer forinté került volna ki a pócra. Tehát nem, nem biztos, hogy erre valaki azért ugrott volna ennyi pénzé. Viszont adnak hozzá két fóliát még pluszba amivel le ott fóliázni. Mm, ó, hát a tudod, az a legfontosabb. ja. ja, ja. Na, ugorjunk neki a show notes -nak. Ugorjunk. Mondjuk, amit Kriszti ember a kell fogalma. Jó, hát el. azt elteszük jövő hétre akkor, mert fölösleges lenne. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. akkor ugye már, már azt hiszem, hogy a, a kettő tehát a, ugye már a múlt héten nem volt podcastünk. Igen. Hogy az előző hetiben, vagy amikor visszajöttem Dortmundból, nem tudom, akkor beszélgettünk erről a, a tankos, kétmillis, eldobhatós, cserélhető e-cigarettákról. És hát kérem szépen a, a Vibe, amelyik egyébként a BIT-nek a, a cége gyakorlatilag a BIT vásárolta fel a Vibe-ot, és Angliában az egyik olyan cég, amelynek van olyan e termék, ami bekerült a patikákba. Sőt, én úgy tudom, hogy a, azt a termékvonalukat még föl lehet írni receptre is. Na mindegy, tehát a Vibe kijött a saját ilyen, ilyen cserélhető kazános e-cigarettájával. Mindaz mellett, hogy, hogy ők csak ezt a fajta kartomizeres, előretöltött cigarettákat tartották eddig. Most már van cserélhető tankos, eldobható tankos cigarettájuk, illetve ha hiszed, hanem Uh, kijöttek egy hagyományos egóval, 1,8 millis űrmérettel, és van 10 millis utántöltőjük is. Tehát úgy néz ki, hogy a, a nagy uh, e gyártók, ugye itt azért azt tudni kell, hogy a, az európai piac két legnagyobb részvője az a BIT és a Philip Morris. Uh, Ebből a BIT-nak már a, a, az e-cigaretta üzletága úgy néz ki, hogy kez, kiszélesítette a választékát, mindenféle TPD-kompatibilis cuccal megjelent a, a piacon, saját likviddel, saját eszközökkel vagy saját márkás eszközökkel. Egyébként Blacky valamelyiket tesztelte ezek közül, úgyhogy én csak annyit írtam a bejegyzés előtt elé, hogy apa kezdődik, mert ez, ez, annak a jele, hogy elkezdődött a, a, az e-cigaretta ilyetén való piacra vezetése. Tehát itt vannak már a, a nagy dohány cégek a spájzban, a kínaiak mellett természetesen, akiknek hallgatnak minket. Egyébként neked erről mi a véleményed erről az el, eldobható kazán, eldobható tank? Hát igazából annyival, tehát nem semennyivel nem több a véleményem, mint múltkor volt, hogy hogy én mindig a fenntarthatóságra törekszünk az élet minden területén, a simplicity és hogy, hogy minden egyszerűsödjön. Szerintem ez csak úgy egyszerűbb, hogy, hogy abszolút nub vagy, de miért nem hozzáértő vagy és kidobod. Ha, ha, lenne egy olyan, hogy és mondtam is, hogy a műanyagot én nem pártolom semmilyen szinten sehol, ha, ha lenne egy olyan átvevő pont, ahol, tehát hogy ellenőrzötten tudod, a gyártó azt mondja, hogy az értékesítőnek küld vissza, és akár csak, mit tudom is én, tudod, mint a Nespresso-nál ezeket az alukávé kapszulákat visszaküldöd, azt hiszem, lehet, hogy ott még pénzt se adnak érte, az teljesen mindegy is ilyen szempontból, hanem hogyha mondjuk, mit tudom is, én egy kapszula után, vagy egy patron után visszakapnád 10 vagy egy forintot, vagy akármennyit, csak hogy ö, visszaküldjed, átvegyék, elszállítsák, vagy visszaszállítsák a gyártóhoz, aki azt újra hasznosítaná. A műanyagnál ez lehetetlen. Ha üveg lenne, vagy fém, akkor azt mondom, még akkor is, hogyha össze, vagy ö, bonthatatlanra építenék, de ők azt... Charles, szerintem van, van az a műanyag, ami, ami újra... Persze, adott. persze, csak nem ezek, amik, amik jelen esetben a készülékeinkben vannak mondjuk ezek a, ezek a palástok, úgy gondolom. Na de mindegy is, ha hasznosítható, tök jó, de akkor is, tehát ez a, ez a, ez a lánc, ez a folyamat hiányzik, hanem vagy, vagy olyan tudod, mint ez a akkumulátor felvevő pont, hogy mindenhol látod ezeket a zöld tartályokat, hogy beledobod, és, és el van intézve, azt valaki elszállítja valahova ilyen újrahasznosító udvarba. Ha ilyen lenne, tök jó lenne, de, de szerintem nincs, és itt akkor gyakorlatilag megint csak a szemetet és a, és a hulladékot termeljük, az ökológiai lábnyomunkat pedig növeljük. Úgyhogy én ezért nem, nem örülök ezeknek az eldobható cuccoknak. Uh... Mi ugye nagyon sok szempontból vizsgáltuk ezt a, a kérdést, hogy. Bocsánat, közbeszúrhatok, még neked egy Persze. kérdés direkt. Itt van előttem a kezemben, és erre jutott eszembe a, az általatok forgalmazott, blosszos eldobható cigaretta, ami ugye egy, egy összeszerelt akkumulátor és, a, és a, a patron, ami nem bontható, te, ö, konkrétan az akkumulátortól. Ezzel, ezzel mi a helyzet? Ez az a helyzet, kérlek szépen, hogy az a, az, az értékesítési lánc, amelyik ezt be fogja venni, annak lesz ott gyűjtő konténere. Tehát ahol megvetted, oda visszaviheted, és ott gyűjteni. Ja, kell tehát el. akkor az, amit én most vázoltam, az lenne. Hát, gyakorlatilag az fog vele történni. Egyrészt, mert, mert a benne lévő elem az annak azt hiszem 70%-a visszaforgatható anyagban, illetve nyilvánvalóan, tehát én, én, az én tudomásom szerint a műanyagház is újra hasznosítható. De erre megvannak meg a technológiák már. Jó, tehát akkor visszafele is működik. De nem hozzátok jut el, gondolom, hanem nem, valami nem, nem, átvevő nem, pont, nem, és akkor hasznosítja hanem a, Van erre én, a hulladék hasznosító. Erre aha, aha, aha. A... És akkor várj, Ez akkor erre is van környezetvédelmi termékdíj? Hogy ne lenne. Mindenre van. Mindenre van. Az a, az a, a, szisztéma, ami most így körvonalazódik a piacon az eldobható tankok, meg a, a cserélhető, illetve ugye eldobható patronok című dolog. És mondjuk az, a visszaváltható üveg, csak hogy így próbáljak valami kontrasztot uh, uh, tenni mellé. Valaki egyszer nekiállt, és megnézte a műanyag, tehát a PET palackok és, a, és az üvegek közti uh, különbséget, pont az ökológiai lábnyom uh, folyamányaként, és uh, kiderült, hogy az üvegnek sokkal nagyobb a, az ökológiai lábnyoma, mert a mosáshoz és a fertőtlenítéshez használt anyagok azok... Uh, <kül> azok sokkal nagyobb ökológiai lábnyomot hagynak, mint az újra hasznosítható PET palackok. Tehát néha, néha, így, így ezzel a fejjel kell az é végig gondolni a dolgokat. Én azt gondolom egyébként, hogy előbb-utóbb mindenki rájön arra, hogy ezeket vissza kell forgatni, és a, a műanyagok nagy része egyébként visszaforgatható. Lehet, hogy nem újra PET palack lesz belőle, valami másfajta használati tárt, de maga az ipar is kényszerítve van arra, hogy minél több újra hasznosított műanyagot használjon. Egyébként a az is. dolgozás során. Bocsánat, az is meglepő például. Nem emlékszem, de a héten olvastam, és most csak a nagyságrendekről, hogy most vagy egy kiló marha hús, vagy, vagy a hamburger hús előállításához Ö, rengeteg, tehát annyi liter víz, hogy száz literekről beszélünk, vagy 210, vagy, vagy hát ilyen 200 liter ö, környéki víz szükséges, ivóvíz, ivóvíz. Szükséges ahhoz, hogy... Hát, hogy. Legalábbis olyan minőségű, ugye, ami a, az állatnak egészséges. Nem, nem, nem az itatására gondolunk itt, hanem a feldolgozás, az előállítás, a csomagolás, ja, ma, ja, 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 és a többi, többi és a, a többi. A, a, a földolgozási folyamatban. Igen, 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 igen. Úgyhogy az rengeteg, rengeteg, rengeteg. Hát de, vele, vele, igen, podcastben beszélgettünk erről a húsnövesztő farmokról, nem? Ó, oh, Istenem, igen, emlékszem. De, De nem ez volt. Menjünk tovább, mert ott, 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 volt egy csörténk. Nem ez a hús, ez nem ez a hús, hanem egész más hús. Védd az erdőt, egyé hódot, maradjunk ennyiben. Jó. Jó. tehát ha így az ökológiai lábnyomnál meg a földolgozás problémáin ne tartunk, akkor a húsnevesztő farmok sokkal egyszerűbbek, mert csak belenevezted a kilós nailon zacskóba a marha és már lehet is vinni. De várjál, hiphop nem figyelsz, és 5 kiló lesz benne. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Van még egy kis összefoglalónk, ami nekem rettentően tetszett. Valaki csinált, nem hogy valaki, az angolok csináltak egy vikit. Arról, hogy a, a, nagy, és ugye ez kapcsolódik az előző témánkhoz, hogy a, a nagy dohány cégek milyen befektetése, milyen piaci stratégiával nyomulnak az a piacon. És amint egyszer össze is vitatkoztunk, hogy most akkor a, a nagy dohánycégek elcigarettás fölmérése is kezdenek most már e, napvilágra kerülni, illetve hogy ők is nyomják most már ezt, hogy fú, de jó az elcigaretta, érdekes módon, itt a vélt évvel ezelőtt, azért nem ez volt a véleményük, de, de hogy ez most jót tesz-e az elcigarettásoknak, vagy nem, hát ezt szerintem nem, nem, tudjuk. Valószínűleg a két dolog egymással párhuzamosan fog menni. Az biztos, hogy a piacon helyet fognak maguknak csinálni. Ezt mindenki értse úgy, ahogy, ahogy mondtam. Tehát valakinek a róvására fognak valószínű gyarapodni, és hogy a szabályzásba is bele fognak szólni, ez is biztos. De, de érdekes átnézni ezt a vikit, és megnézni például a, a, az Angliában a, az eladások alakulását, és hogy az utóbbi három évben milyen, milyen iszonyúan kezdett el ez a piac nőni. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy szerénység nélkül állíthatom, hogy a piac idáig biztos, hogy a közösség erejével nőtt, nőtt, nőtt gyarapodott majd szerintem most fognak beszállni azok a cégek, akik bele fogják túlni ebbe azt a, azt a reklámot, és azt a, a pénzt, amit a kis cégek nem tudtak beletenni. Amíg a TPD-be nem köszönt, mert onnantól kezdve gyakorlatilag, én úgy tudom, meg úgy is emlékszem, hogy gyakorlatilag ilyen hirdetési stop lesz, de uh, millió kiskaput uh, uh, hagyott a TPD is egyébként a, a, ezen a piacon, tehát biztos vagyok benne, hogy uh, ők ki fogják találni, hogy hogyan kell még ezt a piacot tovább uh, hizlalni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy te tényleg csak annyi, hogy így nézze át a, az egészet, ki, mit, mikor, hogyan vásárolt be. Én most Dortmundban mind az öt nagy ágat láttam a, a kiállításon, és tényleg óriási erővel meg, megindultak gyakorlatilag ennek a piacnak a, a meghódítására ezek a multinacionális cégek. Pedig hát, mint tudjuk, a nikotin az méreg. Méreg, méreg van egy bejegyzésünk, amit egyébként már nem tudom, van-e olyan téma, amiről nem beszéltünk a podcastekben, de szintén az angolok csináltak egy ilyen pici fölmérést. Emlékszel rá, Charlie, hogy egyszer beszélgettünk erről, hogy, hogy az amerikaiak mérik, hogy a segély hívások hány a milyen ügyben fut be hozzájuk. Igen. És ebből kiindulva összevetették a, a különböző segélyhívásokat. És akkor ott volt, hogy úr Isten nikotin mérgezéssel kapcsolatos segélyhívás 2013-ban, nem, nem is emlékszem már, ami 2000 valamennyi volt. Na és akkor ők szépen fogták ezt, ezt a statisztikát, e, e, megnézték, hogy vajon a többi amúgy ugye idézőjelben ártalmatlannak mondott dologgal kapcsolatban mennyi telefonhívás futott be. Satszoljál már légy szíves. Paracetamol azt tudod, hogy micsoda? Fájdalom csillapító. Most, most, hogy, most, hogy beteg voltál egy picit, gondolom találkoztál vele. Nem, nem, nem. Én kerülöm ezeket a, ezeket a dolgokat. Tehát láz és fájdalom csillapít a paracetamol. Tehát ha volt 2000 hívás az e kapcsolatban, akkor a paracetamol, ami mondjuk a nikotinhoz képest tényleg egy abszolút szerény anyag, a paracetamolból volt 6105. Okay. <laughs> Aztán a festékekkel kapcsolatos ilyen bejelentések tudod, hogy, hogy szédülök, mert nem tudom, én... De három festette a szobát is. A zománcot Aha. a forra, mit tegyek. Na ebből volt 1861. A folyékony mosószerekkel kapcsolatos mérgezési tünetekkel kapcsolatos kérdésből volt 1877. A pillanatragasztó, csak hogy egy tök egyszerű dolgot mondjak. Ugye a pillanatragasztóra rá van írva, hogy ez mit tartalmaz, Charlie? Mm, azt. cián cianid. Cian tartalmú, így van. Na ebből volt 5907. Álljál meg egy kapavágás nyira? Olvastad ja. az indexen? Nem olvastad ezek szerint. A fiatalasszony megkérte az ismerősét, hogy add már ide az asztalról, légy szíves a szemcseppet és odatta a pillanatragasztót. És nem vette észre, és belecseppentette a szemébe, és összeragadt. Na, tehát most Darwin díj? Darwin Ez olyan, mint oda fickó, aki a lábánál előtte a sörétessel a csörgőkígyót. kígyót. Igen. Csak a lábát is lett előtte. <laughs> Aspirin mérgezés gyanúja. 19.054 telefonhívás. De, de tudod mi az elkeserítő Elég csak ennyi szám is, hogy hogyha kiragadod a kontextusából, akkor azt mondod, hogy mennyi volt a, ez a nikotinos likvid? 2000. Úristen, 2000 az valamennyi volt. Úristen, ez rengeteg. De hogyha mellé teszed még mondjuk ezt a 4-5 egyebet, akkor. Hm. Hát, az meg hülyébbek az emberek, mint gondoltuk, hiszen ö, zárt ablaknál festenek zománc festékkel, vagy hiszen pillanatragasztót nyelnek, vagy hiszen ö, túladagolják a fájdalomcsillapítót, vagy hiszen a algopirint marékszámra marék számra eszik. Tehát ö, az, az ember saját magától kell megvédeni, nem, nem hát ez attól így a valamitől. Van. Ez, ez így van, ez így van. És hogy ugye honnan tudod, hogy amerikai a, a, statisztika, hogy a szájvízzel kapcsolatos mérgezésű bejelentések száma 7278. Ja, azt hittem azt mondod, hogy eh, honnan tudod, hogy amerikai, onnan, hogy a végére odaírták, hogy még az FDA által nincsen megerősítve, de vizsgálják. Nincs elég információ annak eldöntésére, hogy ez valós veszélyt jelente, vagy sem. Ö, bocsánat, ott végig hülyeséget beszéltem, 1540 bejelentés érkezett az viddel kapcsolatban. Na, szóval, hogy, hogy ö, ö, visszatérve az eredeti gondolatmenetre, hogy tényleg, ha kiragadod a kontextusból, hogy ez milyen soknak tűnik, és aztán még kiderül, hogy hát nem, mert mert mással kapcsolatban még, még többet telefonálnak az emberek, és még inkább aggódnak, még a homeopátiás szerekkel kapcsolatban is azt hiszem 6 vagy 7 több telefon hívás érkezett, mint az e-liquiddel -E kapcsolatos bejelentések. De hát, ugye, hogyha pánikot akarunk kelteni, akkor pánikot fogunk kelteni. Tovább is mehetünk, mert nem tudom, hogy azért rakta-e be Mujó vagy te, vagy sem, visszavonás. Uh, ugye a a dokumentumfilm is dohány termék. Uh, ezt nem nem. nem te raktad lesz. be. Jó, akkor ez pont ugyanaz, mint az enyém, csak én más címet adtam neki, és ezt ki is raktam a a e Facebook oldalára. Ugye volt egy videó, ez az egymilliárd élet talán. Igen, 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 igen. Nem és, és, hogy, ugye ezt ugyanúgy, mint annó múljó ég az f kampányt, megpróbálták Facebookon fizetett hirdetéssel promótálni. Na, és akkor azt mondta erre a Facebook, hogy fuck you! Mert hogy, mert hogy dohánytermék reklámnak minősítették megkérdezik itt, nyitottak egy petíciót erre, és mi a következő lépés? Zárjuk be a, a, a gőzlért csoportokat? Szóval ez tipikusan az, hogy hogy amit már sokszor beszéltünk, hogy nem tudunk aksit reklámozni, mert. De miért nem? Hiszen a, akár a zseblámpámba is lehetne olyan aksi, vagy töltő. Csak mert egy olyan shoppon van, ahol mondjuk van más is, amit én például nem árulok ö, nikotinos folyadékot, de készüléket igen. És akkor és akkor hogy van? Tehát, hogy azért nem mert. Miért? Na, erre indult egy petíció, amit ö, viszonylag early bird státuszban valahol ott a 80. századik környékén sikerült megcsípnem. Ö, 5000 a gól, és 1610 Ráfrissítek, 1617-nél. Mi az Isten van? Hát dupla fak, jó, 1600, ez hogy csinál? Ja nem, bocsánat, bocsánat, 1600 szükséges már csak. Tehát Mi, ti, igen, 3398. 3400 most már ráfrissítettem. 30, ja. Tehát ö, arra megy ez a petíció, hogy, hogy ezeket az ismeretterjesztő videókat ö, ne. Ö, egy kalap alá vegyük már a dohány termékekkel, hiszen nem azt uh, próbálod vele reklámozni. Mert ők azt mondják, hogy. Erre marha kíváncsi lennék egyébként, hogy ez hogy dől el? Tehát érted? Ott a Facebooknál ül piroskanén és. Igen, 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 igen. Az az egyik, a másik. A füstölnek. Hogy... Nem értem, hogy mit mond a füstől. Hát nem, ez hát úgy, úgy van, hogy hogy a fizetett hirdetések miatt ugye ugye átmennek egy olyan szűrőn, hogy hogy ugye össze vagy kötve a számláddal, hozzájuk érkezik egy lóvég, vagy hozzájuk beérkezik a cash, gondolom ez elindít egy triggert, és valaki azt nézi, jóvá hagyja magát a, a fizetési, Tehát az, az nem olyan sok, hogy egy ember ott ül előtte, és, és gondolom, hogy ezeket így pipálgatná, hogy jogos, jogos, jogos. Oh, oh! Benne van, hogy e, cig, ő rágreppel hogy cigre, nem jogos, nem jogos, törölve. Nekem is volt ilyen, és levonták először a pénzt, majd egy fél óra múlva visszautalták. Tehát így működött a történet, történet, történet. És most Mit írtak egyébként indoklásként. Hogy dohányterméket vagy vele összefüggésbe hozható terméket reklámoznék. Ez hihetetlen komolyan. És, van, és a legviccesebb az egészben, hogy folyamatosan jönnek az értesítések, hogy XY bejegyzés az oldaladon, ami az ECI-tesztek, Facebook, ö, mindig ez a fanklub ugrik be, de hát ez a rajongói oldal státusz, ugye, hogy jobban teljesít ez a bejegyzésed, emelt ki, támogast, és hát bazd meg, föladod, jó, rányomok, rányomok, fizetés, levonják, majd visszautalják. Mi van? és látod, egy ilyen YouTube videót nem tudsz megtámogatni vele, mert, egyszerűen el de ugyanakkor ez csak fölvágja az agyamat. De, ilyenkor mindig az, szokott az eszembe jutni, hogy, hogy a büdös cukros üdítőit a reklám az mehet. Az persze. persze. Ez minden tovább. 32 g cukor fél liter coca az mehet, ezt még egyszer mondjuk ki, 32 gram. 32 gram. Tehát így izlegessük egy picit Igen, tehát a, tudod, a egyébként mennyi idő alatt eszel meg 32 gram cukrot? Mert én szerintem egy fél évig ellennék vele, mert mi nem vagyunk itthon cukrosak. Egy 30... ki kéne egyszer mérni egy kupacba. A, láttam ilyen, láttam ilyen képeket, Mekora. gyönyörűek. Kocka cukorral voltak kirakva. Akár még az iced tea. Egy, egy dologban nem volt cukor, az, a, az az, ásványvíz volt, a mentes ásványvíz. Én egy időben figyeltem a, azt, hogy melyik termék tartalmaz szóját. Tudod, és akkor, hogy bementél a Tesco-ba, fölvágottak. És akkor álmondom, leveszem a császár megfordítom, érted? Szója. Mi a szart keres a császár És akkor néztem, hogy a, a hús réteg az ilyen darált húsból volt benne, ilyen, ilyen töltött szalonna, vagy nem tudom, és akkor szója volt abban is. De szójáról tudni kell, hogy ez biztos kurva egészséges, meg az összes vegetáriánus ilyen szója alapú sült hús utánzatot eszik, de hogy emészthetetlen a történet. Amúgy meg mérgező önmagában a, maga a növény, tehát ha azt így leszeded, azt megeszed, akkor véged van. Tehát azt hőkezelni kell ahhoz, hogy, hogy ne legyen mérgező, vagy azt kell csinálni a kínaiak, hogy csinálnak belőle tofut, vagy mit tudom én, valami, valahogy földolgozzák. De hogy emészthetetlen, tehát akinek mondjuk szar az emésztés, az ne egyen szóját mert nem, nem tesz jót magának vele, és akkor hasnyálmiri gyulladás után én folyamatosan nézegettem, hát ne tudd meg, azt hiszem, a marha párizsi volt, a pik marha volt, amiben nem volt szója, de egyébként mindenben. Ah, borzasztó. Ö, gabona Kolbász for President. Gabona Kolbász, igen, igen. Röhögsz, tudod milyen jó? Nem ettem még, Charlie. Kóstold meg? Van egy nagyon jó vegán étterem egyébként Budapesten, valahol az ötödik kerületben, oda szoktunk néha elcsavarogni, tekeregni. Vegán pizza, zseniális, így, gabona kolbásszal mondjuk a tetején meg hintve, vagy gulyás leves, mindenféle olyan dolgokkal, amit meg akartam kérdezni a felszolgálat mi az, de aztán leintett az az, hogy nem azt a cikit. Egyed. És tényleg jók. Tényleg jók. Figyelj, én fél évig ettem krisnásoknál ebédet. Tehát tudod, azok meg aztán abszolút. Na de hát nem. az egész más. Igen, csak fél év után tudod, így ránéztem a körér, az már hány ingerem volt. Tehát jó, jó, volt ez egy darabig, de, de aztán nem tudom. Tehát nyilván kell tartani valamiféle egyensúlyt ezekbe a dolgokba. A eszembe jutottál, hú, mi történt velem, amíg te beteg voltál, amikor beteg voltál. Na. Szegeden elmentem lángost enni. Ó, ne is mond. Pálma zsírba pál sütik. Pálmaolaj, pálmaolaj. Ö... Isteni jó volt. Kókusz, jó kókusz, volt. kókusz, zsír, kókusz zsírba kell. Nem tudom, ezek pál páma, de páma zsír volt, mert még külön árult is a lángos sütő uh -huh. kiszerelve ilyen páma zsírt, vagy olajat, vagy nem tudom mit, és abszolút nem volt büdös. Máskor egy lángost, ha megettem, akkor én, én halálos beteg voltam utána, tudod, így elnehezül a gyomor. Igen, igen, igen. Ezért kurva ezért jó volt. Semmi nem volt, érted. Hát most Kókus, is be van itt a hűtőbe készítve, lángos. azt hiszem két kiló kókuszzsír. Hát ezt mindig kiveszünk egy ilyen negyeddekás kockát, aztán jó van, bundás kenyér, rántott hús, mindenhez zseniális. Még a tankazánom is tisztában csillog tőle, azzal megdörgölöm. <laughs> Úgyhogy egybe eszembe jutott, na mondom, valamelyik, de podcastben pám, nem, nem, nem a kókuszról beszélünk. De kókusz, pám, kókusz, zsíró. kókusz, kókuszolaj, olaj, kókusz Kokonat, is kokonat is. Fisz, csak innen emlékszem rá, hogy Boris így emlegette, és nagyon bejött neki a, a dolog. Úgyhogy, ó, valaki megint üzet nekem. Érdeklődnék, nem tudod, hol lehet hociges Typhoon GT-vel működő dripper kittet vásárolni itthon. Köszönöm a választ, nem tudom, majd később. És tehát, hogy egy picit így a hallgatókat is bevonjuk ebbe a kérdéskörbe. Tehát mondjuk te is dolgozó, én is dolgozom. Jó, én mondjuk az e-cigaretta ipar ezért, mi ez, napszámosa vagyok, de, de hogy emberek honnan gondolják érted, hogy te reggel fél tízkor én ráérek arra, hogy a Facebookon válaszolgassak neki, hogy, hogy a, nem is tudom én milyen vaníliát, meg az akármit, hogy ő mivel keverje, és, és és rám ér, érted? És? Na, 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 mit mondasz? Mit mondasz? Mit mondanék, baszki? Fél óra Kubik után... van a kezemen, érted? Fél óra Mi? után te vagy a legnagyobb köcsög, azt mondom. <gül> hogy <gül> Kubik de, van a kezememnek, meg Hát majd mindjárt kiöltözök, nem? Azt odaülök a gépelés. De el, ezért ahhoz. mondom, hogy fórum, menjetek már föl a fórumra, vagy, vagy mit tudom is én, de hát a Facebook, mint információ és kontaktforrás. Valakinek írtam éppen ma, hogy ezt az egész Facebookot benzinnel lelocsolni, a szervereket, azt meggyújtani. Ö, a nyomatékosító szavamat ismered, de most csak annyit mondok, hogy a picsába, aztán égjen. Ö, nem, nem, nem. Tehát komolyan, tehát, hogy így nem, nem, nem gondolják végig, hogy, hogy ugyanúgy munka van meg. vagy neki biztos nincs, vagy egy kurvára rá. Mert ráír, hiszen neked ír. Hát, igen, igen. Igen, csak ne, ne várj el azt, hogy azonnal válaszol. Akkor csináljuk azt, hogy a következő, amit most mondani fogok, ezt nem fogom belinkelni majd nekik a show hanem, hanem keressék meg értően, hogy, hogy ismerjük el legalább a Google-t, ugyanis a, a Provép kidobta a Provari rádiuszt, a legújabb verzióját a termékeiknek, a legújabb palettán lévő dolog, és, és kurvára tetszik. Ajaj, én szerelem lesz. E, már a szerelem már megvan, megvan már. Csak, csak, még valahol tudod, itthon elő kell adni, hogy kitől nyertem ingyen. Hogy, Ezt úgy küldték anyukám. Jó, akkor annyit segítek a, annak, aki érdekli, érdeklődik, és nem fogom belinkelni, hogy provép.com, aki hallgatja a podcastet, tudni fogja. Te is kattints meg, mert rohadt jól néz ki. Nem tudom, nézted már a cuccost? Igen, igen. Hát ez, igen. ez valami... Flas, flas, flaska kinézett, a kurva, jó, meg? kurva jó, kurva jó, kurva és, jó. És ugye nem is gondolkoztam idáig rajta, hogy, hogy a, a, a belső menetes résznek a külső menete az meg az az egó méret. Úgyhogy, úgyhogy ez natív provari 5-10 ego csatlakozó, és plusz-minusz gomb, és nem kell szenvedni pont ezért a menüben ugrálással. És aki akarja, 0-3-ig lemehet. Roható kézméretű, kézbarát, ö, és 0,3 tized óm, 40 wattig el tudsz menni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ö, ez, ez kell, 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 kell. Azt nem tudom, hogy ez a, az oldalán ez a kis dudor, az a az, a be, az, az mögött van a melyik dudorra a Biztos, az oldalán van, aha, a hátlap, hátlapja a... levehető? Nincsen hátlap, nincs, nincs. Hát ott, a... ahol az USB töltő van. Ott nem, 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 lát, az, várjál, az az egész de... egybe körbe, az egy polikarbonát ö, ö. Gyűrűnek mondanám, de az egy polikarbonát cső, illetve ovális valami, Ovalis, és az, 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 az alja két, meg. Két aksi egymás mellett. Igen, igen, igen. Az alja teteje az SS, és a, a gombal ellentétes oldalon van egy darab 18-650 méretnyi ö, cső, a másik oldalon van az elektronika, és középen van azon a kis dudorona kijelző, amit, uh -huh. amit láttál, és, és ö, és ellen mennek a trendekkel, és ha jól olvastam, de lehet, hogy tévedek, akkor nincs benne temp control. Uh -huh. Hála még jó az, Istennek. Még, még az alján ezt a bevágást nem, nem vágom, hogy ez mi. A, azt a, a két csavart, amit látsz, Hát akkor én oldalról látom. Oldalról látod, ha alulról nézed, akkor. olyan, mintha ilyen tekerő lenne. Igen, az két olyan tekerős csavar, és azt tudod kitekerni, akkor tudod eltávolítani az alját, és utána látod a, a, a dolgot, ahova kell tenni. E, és egyébként a végre, végre nem kell azért fizetned neked külön, hogy elküld a kereskedőnek, és updateljék a szoftveredet, mert a külső USB-vel vagyis hát az USB csatlakozással ö, azt mondják, hogy, hogy egy ilyen gyors töltő keresztül tudott tölteni. Már mind... igen itt, itt is azt írja a hogy ez Charging and Data Cable. Tehát... Igen, tehát ott szoftvert is tudsz mm -hmm. frissíteni, ö, és ö, egyébként ugyanolyan a kijelzője, csak hála istennek a plusz-minusz gomb miatt a menüjéből kivették a, a teljesítmény felleszabályzást, és ha megnyomod a pluszt vagy a mínuszt, akkor van jedin ilyen plus kettes menü, hogy fölfele meg lefele mész, viszont a fő menüből ez kikerült tök jó, és tudod lokkolni ugyanúgy a teljesítményt, nem tudod elpiszkálni, vannak benne preszetek, tehát beállítasz ötből mondjuk az egyik az, az a cloud chaser kazánod, a, a másik az, a... az Az, okos az okos, tehát az ilyen gyors beállítás. Igen, hát tulajdonképpen a, már a P3-nál is volt ilyen, és akkor beállított hozzá, hogy mondjuk a Cloud Chaserhez pirosan világít a gombja, a simához fehéren, vagy, vagy Dimitri rózsaszínben éppen, ahogy ö, szeretnéd. É, és ennyit tud a, a, a készülék, és nekem az a, az a kabuki, az az nagyon tetszik egyébként integrált kazánként, amivel reklámozzák, és az is végre natív csatlakozóval rendelkezik. Meg kell nézni a, a videóját, mert nem sok valami hat perc talán. Na képzeld -e, hogy ebből milyen, milyen, vita volt a, a Facebookon, ebből is. Facebookon mindenből vita van egyébként. Ugyanis azt mondják, hogy a piac után járnak folyamatosan egy lépéssel, annó nagyok voltak, most van egy cső mondjuk középkategóriás tudással és az egyik legmagasabb árral, ha pár ritkaságot nem számítok, állandóan akcióznak, de ez kevés, lemaradnak a dizájnról, itt is lehet vitatkozni. Szerintem egy átlagos kínai mod szintjén van, egy SX mini például sokkal szebb, de nagyjából semmi újat nem hoz. Cserébe valószínűleg olyan lesz az ára, hogy kiesik a szemgolyót, ha megnézed. Összefoglalva, összefoglalva se nem kicsi, se nem szép, semmi extra, de legalább rohadt drága lesz. Ez megmarad úri huncuttságnak. Azt mondják, hogy mi volt még itt, és hány százalékkal olcsóbb a kínai társa, és voltak itt... mi? ja igen, jönnek ezzel, hogy ez nem tc és meg... én a TC-nek... Figyelj, azt hiszem délelőtt -dél beszéltünk pont erről, nem árulunk el vele titkot, de pont így körbeköpködtük a, a TC-t. Igen. Most is van, itt, itt, van a kezemben ez a Ciggo T nevű 100 wattos TC, mondom, aminek van egy TC-s kazánja amit azt hiszem három szó beleszívtam, azt levettem róla. Most is egy Aspire mini kazán van rajta. Viszont három napig nem kell tölteni, mert két 18 es cella van benne. De, de hogy, hogy a, ráteszem a kazánt, és három volt a 45 watt. Hát mi van? Te és egyáltalán nincsen. Uh, ehhez, ehhez mérten nagy gőze, és fél nap alatt leszívja ezt a brutál erős készüléket. Nem, egyszerűen nem értem. Komolyan. Tehát ez a De... subom TC kombó, ez, ez egy ökörs. Ez, ez, én, én a TC-vel nem vagyok sehogy megbarátkozva, és, és ez pont olyan, tehát nekem, nem titok, hogy nekem meken van. Én dolgozni akarok, és nekem nincs időm Szórakozni. Én, és be is vallom, én windows meg vagyok halva. Tehát nem nem értek hozzá, nem akarok pecselni, barkácsolni, délelt frissítgetni, meg az anyám kínja. Na, Ez pont olyan. Tehát ö, ö, lehet ö, keresgetni a... a hőmérséklet együtt hatókat a húzalokhoz, meg beállítani, meg szoftver meg hogy barnul a vatta, meg az anyám kínja. Lustáknak jó, csak nézzük meg a, az előző öt videómban, a Boris hányszor égette meg a tekerésemet, mert elszokott tőle. Mert elhiszem, hogy kényelmes, de, de nekem nem, nem ad olyan élményt ez az egész TC mizéria. E, és, és na mindegy. Én valaki itt megjegyezte egyébként, hogy ma 90 ezer forintért nem lehet eladni egy ilyen modot. Pontosabban el lehet, csak nem akkor a rétegnek. Ráadásul a, az a Typhoon miatt egy szimbólum. Egy olyan mod, ami a PV már rég nem az. Egy a sok közül, de szigorúan szerintem. Én meg azt mondom, hogy amíg, és ne gondolja senki, hogy drága ez ennyiért. Láttatok már mostanában? E nem láttatok, mert nem lehet kapni. Mert a Jepi direkt ö, rohadtul készlethiányos, és fölnyomja az árait. És 1200 dollárról indul. Indul. De van olyan ismerősöm, aki kettőt adott el, használtan, úgyhogy az egyik majdnem működött, 5000 dollárért. Itt van előttem Andornak a Hellfire-je. Andor kapcsolt ki most. <laughs> Ez a Hellfire... Lesz, meg ne igen. Ez a Hellfire, a drippere, ami egy bottom feeder, 40 ezer forint. Hm. Ki ad érte ennyit? Senki. Ott van a maga a Hellfire alatta, ami még 170 ezer forint. Ki ad érte? Egy szar mehamod. Senki. Tehát akkor... akkor nem mondjuk már azt, hogy, hogy ez, izé, ez 90 000. Mi, magyarok, mert nálunk sajnos ilyen a, a, a helyzet, hogy, hogy, hogy ez nekünk sok. Máshol ez kurvára nem sok. Nem? Hát de. De. És uh, épp most uh, rákattintottam a provárinak a, a get, get, Started oldalára. Nézegetem a, a klasszikot, a P3-at, meg a Provari 2.5-öt. Ehhez képest marhára nem áraszták túl. Hát nem, hát és, és, ha te meg akarod venni, megveheted az újabb, vagy a, mondjuk a P3-at, megveheted akcióba, és 120 vagy 100 dollárért megveszed. Ha olyan kell, ha meg ilyen kell, a legúj ez, ez ugyanolyan, mint a telefon. Ha a legújabb telefon kell, meg Akkor kell meg fizetned. Csókolom ennyi. Ö eddig az volt... Itt meg nem az évesz az ember, mert, mert drágát akar venni, hanem az évesz, mert tudja, hogy két vagy három év múlva is ugyanúgy fog működni, mint most. Azt, azt azért említsük már meg, hogy pont a, az Inkvi csinált, emlékszel annó az elején még a P1-esről videót, és lemérte, még ott nem volt varivat, meg, meg az anyám kínja, csak megnézte, hogy na mennyi csal ez a készülék, a, a terhelten, terheletlenül nem ámizé volt, mint a Snow Wolfnál, hogy a Blacky berakta azt a táblázatot, azt nézted? A kínai matek. A kínai matek. Hát egy ilyen 200 watton, egy egy laza 20-valahány százalékot csal, de mindjárt megnézem, mert az nem ér, hogy úgy mondjak ilyeneket, hogy nem támasztom. Nem, nem alá. Pontos. Igen. Azt mondja, hogy duplakus mód mérése, hát ha másnak is leesik a tantusz, Klaupor T8, ú, de szar a kép, 150 watt, 150 wattra be van állítva, és a, a Blacki legközelebb olyan képet rakja föl, ami látszik is. Várjál, nézek egy másikat. Igen, igen, igen. Azt mondja, hogy Snow Wolf 200 watt, Temp Control 200 watt, ami ki, amit kiír a készülék, äh, Calculated Power, bocsánat, Power 90 150 voltnál 129. 13 százalék eltérés. A, a nagy volumenben, a tetején csak egy laza 55 e százalék. És, e és tegyük hozzá, hogy a Provarina ez e század volt, eltérés volt. A kijelzett és a tényleges század volt. Jó, mondjuk nem is ebben a tartományban. Persze, mozgott. persze, persze. De, de én, figyelj, én. én de amiről részem, olyan sokszor beszéltünk, el... hogy hogy életszerűen mikor használsz ö, 40 watt fölött ö, készüléket? Tartósan tekeréssel, mondjuk. Hát én soha. Na. Tehát én 20, 20 watt fölé soha nem mentem. Na, ennyi. Nekem most az egyik kazánom az 22 watton szívom, a másikat 8,5 watton, a harmadikat meg 11 watton. Na, úgyhogy ezeket kell megfizetni, de senki nem gond... Megint én leszek a köcsög, meg valaki azt mondta, hogy nekem is ezt mondták, neked is ezt ajánlom, Charlie, engedd el a témát. De ha nem emeled föl a hangod, akkor én bevállalom, mondják nekem azt, hogy köcsög, meg hülye, meg sznob, meg az anyám kínja, de legalább csak gondolkozzatok el rajta, hogy nem a kínai megcsinálja tízezer darabban, és, és vagy hibás, vagy szar, vagy egy hónap múlva eladod, mert, mert mit tudom is én, mert kijött egy új kínai, vagy megveszed ezt, és nekem még itt van az asztalon a P2-t, az egyiket eladtam, kurva jó áron, a másik itt van, itt van a P3, kurvára szeretem mind a kettőt, és napi használatban van, és semmi baj egyiknek se. Hát én meg őszintén bevallom, hogy, hogy így a GS-e megadta magát, illetve hát nem is, hogy megadta magát, hanem, hanem tudod már, annyira, annyira kivannak a, a bennetek, főleg a két leszorító csavar, hogy akár hogy szorítod le, egy idő után elkezdenek kilazulni, és akkor össze-vissza mászkál a, az ellenállás, és nem áll be. Nem stabilizálódik. <laughs> Mint a friss tekerésnél. <laughs> és nem áll be. És akkor ezt így már meguntam, érted? Úgyhogy most azóta eszpájereket használok egyféle cserélhető betét, három hétig megy egy betét, kicserélem, azt kész. Tehát, hogy ez a, ez a gontalan vépelés ö, ütötte föl most nálam a, a fejét, ennek ellenére még a GTM az olyan állapotban van, hogy néha-néha rakok bele egy új tekerést, illetve ö, bótoltam egy ö, nagy Norbi-féle origent, uh -huh. a v, V2 talán, tehát az újabb fajta. És azt vattálva. Uh, eszméletlen jó. Uh, láttam, hogy uh, megjelent a, a következő okosság. Tehát. Pssz, a kínaiak! a kínaiak vigyáz. A kínaiak, vigyázz. Nem, nem, nálad, nálad megjelent a hogyan kell tekerni. Uh, minek hívják ezt? Mert én vattával használom, de nem azzal, üvegszáll. Üvegszál. Kér. Nem, nem üvegszál. A mesh. Origen, a, a nem, nem, a dripper, a Genesis. Ja, a Genesis. hát úgy, mes, igen. Genesis. Hát, hogy az meg, megjelent nálad ilyen Genesis útmutató. Igen, igen. Az ECG teszteken. És Na. azt mondjuk azért, tegyük hozzá, hogy a, a, egy olyan ember írta, akinek múltja van a Genesis-szel nem nagy, de múltja van hiszen, hiszen a segíző írta Mátyás, mátyás igen, írta igen, az elhíresült segíző Mátyás, na én azt a, azt a Genesis kazánt azt én függőlegesen vattázom be csak Fú, úgy szoktam, a hogy te, a, a ezt vattát, Andor ezt... remélem hallgatod hogy? Remélem ezt Andor hallgatja, és a ja. következő találkozón elmeci a torkodat. Vattázza a Genesis-t. Figyelj, nagyon jó működik vattával. Tehát nekem, nekem mindig problémáim voltak ezzel a, a Genesis rendszerrel. Igen, de az egy olyan, vattával benézel és... egy ilyen ablakos valamibe, és úgy belóg a vatta, kicsit olyan, mint egy menstruáló nőt bugyi nélkül látni, <suklaus> hogy itt fityek belőle a kanóc. Nem akarom. Várjál, a következő okosság az, hogy hogy hosszabbra szoktam hagyni a vattát egy centivel, és tudod, amikor már így elbarnul, meg úgy megég egy kicsit a Akkor te vattát. csak húzal egyet rajta. csak húzok egyet rajta, azt levágom a tát, hát ez nagyon nagy. Zseniális. Egyetlen egy baj van annak a kazának, hogy marha nehéz bevattázni. Tehát egyébként most már keresek itthon fémszövetet, meg fogom azzal is csinálni, hogy mennyi. De én önmagában a a Genesis rendszerre van bajom. Tehát, hogy, hogy De ha ezt gondolod, én, én pazarlónak találtam. Tehát, ha... túl, túl, nagy cseppekbe porlaszt. Figyelj so, már, so, figyelj so, már to, ha, ha nekem megmondod, nekem, a, megmondod van. nekem az átmérőjét a, 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 lyuknak, akkor én nézek itthon, mert nekem én a Genesis mes tekeréseimet, a csöveket mindig akkurátusan elrakom. Tehát az örök élet meg egy nap, hogy gondolod, akkor kölcsön, kölcsön. Le tudok uh -huh. postázni egyet, mert van több méretben, és akkor meglátod, mert ezek ezek tényleg olyan bevált. Használtam fél évig, háromnegyed évig, és tényleg semmi baja nem volt. Úgyhogy én nagyon szerettem a. Maga kazán egyébként zseniális. Nem hm, tudom, hát, jártam már -e nálad, vagy volt-e a kezedbe. Olyan sok, akik beszéltünk, Milyen? melyikről beszélünk? a Origin V2 genesis -ről. Igen, 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 igen. igen. Zseniálisan megvan csinálva. Beszűkített kazántér, példamutató a, befogása a, a, dolognak. Lehet duálba tekerni, amiben akarod. Genesis már aztán duálba tényleg nem tekerni. Nagyon jó lehet állítani a levegő nyílását. Szép is, könnyű is, tehát fú, te tényleg szerintem az most a genesis csúcsa, az egyik csúcsa biztos van hasonló. A hát én most le. elkezdtem, elkezdtem összelapátolni a, a beszerzendő anyagokat még, mert, mert vannak itt lomjaim, kapcsolók, meg, meg potik, meg az anyám kínja, de de, de euh, PTF-cső, kis, tar kis flaska, csinálni egy bottom feedert, és, és a még meg nem jelent, nem mondjuk ki a nevét kazánnal, amit a Blacky videójában is láttál, egy olyannal használni, az tökre patent lenne. Úgyhogy, úgyhogy, jó, ja, ilyenek vannak. Meg én is ugye azt, ha lenne egy jóféle origin, akkor, akkor arra beneveznék, mert uh, használtat tudod, nem akartam ilyen sose, de majd meglátjuk. Hát én rá egy hasznátra, de nem bántam meg, tehát tényleg nagyon jó. Nem, uh, én ismerem például Andornak a kazányát, én tudom hányszor próbáltam kimosni, és hogy még mindig érzem benne az ázott kutyaszört a, 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 a őszi avar ízével keveredve, szóval ezért sem. A kazánt kimoshatod, az ógyűrű, az, az, az csere. Tehát mindenféleképpen. Jó, én ennyire nem vagyok hákos, én kimostam, és egyből tele nyomtam Jászminna, az így elvisz mindent a, a világon. Meg azt szoktam csinálni, hogy a, a 30-70-es tehát a 30 PG 70 VG, és akkor üresen megjáratom vele. Az, az azért így sokat szokott segíteni, hogy esetleg, ha valami ízben nem marad, akkor azt kivegye mosás után egy ilyen üres uh, szívás. De hát mindenkinek, tehát én ezt az hangos mosást, meg, meg uh, ilyen viszembaszom tisztogatást, azt nem szoktam a kazánokkal csinálni. Szétszedem, kiáztatom, összerakom, maximum mondom egy ilyen üres 30-70-es, vagy 60-40, vagy 40-60, és akkor azzal átjáratom, és akkor utána bele a ez tökéletes. Elmondom akkor az én tudományos kazán beüzemelési ö, egyszer egyemet. Megveszem a kazánt. Ha azt mondja az eladó, mint ahogy az Atmisztiknél is szokták, hogy használhatod, ki van ultrahangosan mosva, akkor is kimosva De, de akkor csak sima, van ilyen fél kilós kiszerelésben lehet citromsav port, tehát nem a tablettát, mert annak ilyen hülye filmréteg ki ázik belőle, és ez a víz tetején lebeg, azt nem szeretem. Citromsav port, ami egyébként remek vízkőoldó, és itt a háztartásban is lehet használni. Na, akkor azt a abban forró vizes Por, poros poros vízben megáztatom és utána ultrahangos és utána használom, de ha nem onnan, ha nem esetleg olyan helyről, ahol ö, mindenféle gépolajjal, hűtőolajjal találkozna, akkor először is a erre a feladatra rendszeresített fogkefével és kutya közönséges ö, bármilyen ö, tisztítószerrel, mármint olyan tisztítószerrel, hogy ö, amivel az edényeket mosogatja egyébként a feleségem azzal folyó, folyó víz alatt, forró víz alatt elsikálom, jó habozzon, majd utána citromsavas fürdő egy fél óra, majd utána kirezgetem ultrahangossal, lecsöpögtet, megszárít, áttörölget, és utána. Szóval... Hát Cserli, ha ennyire háklis vagy, most az így eszembe jutott, hogy, hogy ha, ha olyan, olyan, helyről, meg, meg, de még a sajátjaimat is néha azért nem amely két-három havonta. Sima lehet kapni brandó fertőtlenítő szert, ami lemosó. Tehát amivel asztalt meg különböző... Ne is műtel, folytasd, műtel, ne, műtel. ne folytasd. Mondom, hogy mi a gondom. Egy, nincsen ilyenem. Kettő, te még nem küldtél. Három, ö, három <laughs> Küldök küldjél. Küldök neked egy százmillit, Isten bizony, próbáld kézébe. Tudod, mivel küldjed. A... Azzal a nektarinnal meg... Azzal a nektarinnal, amit még nem küldtem Igen, nem. meg a Jászminnal, Borisnak és nekem. De nem is ezt akartam mondani, hanem ö, az ismerősöm hozott Romániából, csak sajnos elapadt a forrás, és ott fél literes üvegekben hozott nekem ö, tiszta alkohol. tehát nem ilyen 70-80 százalékos, hanem tudod, ez a, ez a megmarja még a gondolatodat is. 90%. É, igen, léves. és azzal tisztogattam, amíg lehetett, csak hát ez kijöntöd egy decis, két decis pohárba, vagy feles pohárba szoktam, hogy viszonylag kevés legyen az, ami kijöntése kerül, de hát akkor is elfogyott, úgyhogy hogy Isten bizontsági küldeni fog ebből a, a lemosóból, mert ez eboláig bezárólag. Érted? De annyit megteszed, hogy... másodpercig, ha bármit benne tartasz, még az ebola is eltakarodik a pécsával. De azt megteszed nekem, hogy esetleg, nem tudom, hogy szoktál -e Románia felé járni, hogy valahonnan próbálsz nekem ilyen alkoholt szerezni? Egy litert? Megkérdezem. Köszönöm szépen, és akkor a tisztítószerrel, meg a, a jázminnal, meg a nektarinnal együtt egy kényelmes dobozban elküldheted. Nagyon-nagyon hálás lennék érte. Ö valószínűleg pukis fogom küldeni. Nincs akkor a pukis boríték, amiben az én kívánságaim beleférnének. <laughs> hát egyszerre. Zsír. Egyszerre annyi. Na azt hiszem, ilyen, ilyen várja, hogy is van, az egy, egy kiló harmincra van hitelesítve a legnagyobb pukis boríték. Az jó, csak mondjuk belerakod az üveget, leza, lettekerve azt, mire idei addigra. Nem, ne, gyerekzáros üvegem van, sarzára. Tehát ha, ha a bármilyen alaplevet vagy ilyen kimért cuccot rendelsz tőlem, akkor az sarzár és gyerekzáros kupak van rajta. Tehát egyszer rátekerem, és az ott marad. Az nem folyik, nem csöpög, nem röcsög. Tehát most már azt hiszem a 600. csomag után vagyunk, és még egyetlen egy észrevétel se volt, hogy folyt volna az üvegünk. Ugye ez LDP-e palack jól bírja a nyomást, meg a az ütődést, meg az egyéb ilyen mechanikai behatásokat. És előtte volt olyan tólt, hogy üvegbe postáztam, és akkor a futár csak visszahozott egy nejlon zacskót, egy ilyen elázott borítékkal. Érten, El tudom, tudom képzelni, tudtam, mert nekem a... a azt sem tudtam, hogy kinek küldtem, mert még a cím minden leázott róla. Brenyó a brenyóéktől jött így a mintapak, amiben volt Heisenberg aroma is, és pont az folyt ki, gondolhatod, milyen szag volt a szobába. Meg a futárnak is jó illata volt. Ja. Mint a tiktak. Az is frissítette magát. Van-e olvasói kérdésünk, Csárny? Ö, Annyi változott egyébként, ezt megjegyezném Olvastam. zárójelben, hát hogy a többiek is esetleg, akik nem olvasták, tudják, hogy ö, hát önhatalmulag úgy, úgy mertem ö, optimalizálni a dolgot, hogy a, azok, akik nem érnek rá, vagy mondjuk szombaton jön egy kérdése, de szerdáig nem lesz gépközel, vagy szerdán nincs gépközelbe, vagy nincs az adja vagy elfelejt, mitől is, bármikor írják föl a, a párásító csoportba, és, és akkor abból majd természetesen szemezgetünk, így egyszerűbbnek gondolom, vagy ha esetleg ott valakinek ötlete van közben, míg az adás le nem megy, akkor azt ott meg lehet válaszolni mások részéről is, úgyhogy szerintem így egyszerűbb a mi életünk is. Nincsen egyébként olvasói kérdés, kérdésedre válaszolva nincs olvasói kérdés, úgyhogy a többi témát... Megerodjunk rá a sorozatokra. A többi témát, igen, azt azt hagyjuk meg a, a, a újónak, és akkor jöhetnek a sorozatok. Mi volt... Uh, hát a blind spotot nem mondom, mert az, az folytatódott, uh, ahol volt, és, és uh, nem tudtam megnézni egy, kettő uh, baromi lassú volt a, a hetem. Jaj, erről teszem, miért nem tudtam megnézni. Na, hát ezt off topic majd a végén, hogy mi történt velem a héten. Ami ennél sokkal durvább, elindult a Walking Dead hatodik évada, amit beharangozott mindenki a soranerektől kezdve, hogy ennyit, ilyen durvát még nem láttunk, és mindenki azt hitte, hogy hát az ötödik évadot nem lehet überelni, ahol ugye kivéreztették meg, hátulról kádba vágták az emberek fejét, már pedig lehet überelni. Láttad? Vagy nem nézed? Ne, én nem, nem nézem ott tehát én ezt azt a zombi Páh. dolgokat nem... Akkor nem annyit mondok neked, hogy képzelj el egy, egy külszíni fejtőt, Ö, kamionokkal ilyen v-alakban eltorlaszolva, és 5000 ö, zombi lent. És ennyi ö, kikészített zombit egyébként, aki az utcán, az autó és a a, a, a motorja után csoszogott emberekkel ö, megcsinálva nem láttam még. Hát a, a World War Z-ben ugye láthattunk ennél többet is, de azok ugráltak meg, meg mindenféle hülye dolgokat csináltak, ezek csak csoszogtak, rengeteg. Nagyon durván nyitották az évadot, és, és volt benne ilyen oda-vissza, oda-vissza időben ugrálás, de jó megoldották ezzel a fekete-fehér színes, fekete-fehér színes ö, képi játékkal, úgyhogy az, az valami baromi jó volt erős volt a kezdés, és ez szerintem nem is fog lanyhulni. Illetve sajnos nincs itt mújó, de ugye adás előtt megerősítette nekünk, hogy, hogy ú, nem volt itt, mikor a Minority Reportról beszéltünk, pedig, és akkor azt, hittem, azt mondja, hogy pedig milyen jó volt, de azt mondja, hogy nem, pedig ez olyan mocskos szar volt, hogy ez, ez még annál is rosszabb, mint amit mi mondtunk. Úgyhogy, úgyhogy ő is csak alá tudta támasztani, ebben egyezett a, a véleményünk. Aztán itt van ez a conman, ami nekem, nekem nem mondott semmit. Ezt te raktad be? Micsodát? A konment. Nem. Jó, akkor ez is jó, Ez akkor marad jövő hétre. És te mi vagy? Uh, én most kérlek szépen meg nem mondom még. Most azt keresgettem, de nem, nem találom. Van egy sorozat... Uh, Valamelyik uh, tudományos csatornán ilyen szabaduló szobák. Láttad már? Valahogy a szabaduló szobák, mint olyan sem tud föl izgatni. Hatalmas, nagyon jó, nagyon jó. Mindenkinek ajánlom, hogyha ráfut nézze meg, mert azt hiszem három részt láttam belőle, és én rettentően élveztem. Két, két ugyanolyan. Uh, szoba van kipreparálva két-három fős csapatnak. Tehát meg kell találnod azt, hogy hogyan tudsz kijutni a szobából. Természetesen vannak rejtve ilyen logikai fejtörők, amikkel rá tudsz jönni a szabadulásra. És Hát ilyen kódokat kell beütni, az ajtó, hogy kinyíljon, meg nem tudom, és akkor azokat kell összeszedni a szobán belül. És egymás mellett látod a két csapatot, ahogy dolgoznak. És eszméletlen jó megfigyelni, hogy, hogy hogyan oldják meg a, a helyzetet. Zseniális. Nekem az a sorozat most nagyon. De azt megkeresed akkor, hogy, hogy mi volt ennek a címe? Mert anélkül igen De... nehéz lesz. Hogy a címét megkeresed ennek? Hogy be meg, 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 mindenféleképpen. És azt berakom oda -alulra. Amikor ezt a zombis dolgot mondtad, akkor jutott eszembe, hogy az utolsó zombi film, amit uh, megnéztem, az a 24 nappal később, vagy 27 nappal később. 24 nappal később. 24-24, Na, igen. Az, az utolsó, amire én beültem és megnéztem zombi filmet. de hát én olyan öreg uh, ilyen zombi film néző vagyok, hogy nekem még mindig a, a The Evil Deed című filma az Etalon. A, arra te emlékszel? Vagy nem, azt nem, a nem. Hát uh, mondjuk most már visszanézve nyilván ez egy nevetséges uh, film lenne. Három részt csináltak uh, belőle, ez azt hiszem magyarul úgy is futott, hogy a Lidérc halála. Úgyhogy na, ennyi az ilyen zombi katasztrófákról. Bár mutko belenéztem, Zénésen, az is ilyen zombis? Hát az egy kicsit, kicsit másabb, kicsit könnyedebb, de igen, az is. Tehát abból azt a jelenetet kaptam el, tudod, amikor ezen a 10 méteres betonfalon így átfolytak a zombik. Érted? Igen, igen. Viszont ha nem, ha, nem, ha nem zombi téma, akkor uh, meg tudnánk említeni. Te a Homeland-et nézted? Homeland-et? Hogyne? Ötödik évad jön. Uh, már elindult, és, uh, és igen, az ötödik évad, úgyhogy uh, úgy, most már annyi kiderült, hogy uh, nem tudom, mert tehát ez nekem olyan fura, amit mondtak, hogy ugye azt olvastam komment, komment talán, hogy itt most éveket ugrottunk, de nekem nem tűnik éveknek már csak a, a kisgyerek miatt sem, de Keri most már ugye leszerelt, és Németország, tehát Európában játszódik, áthozták a, a sorozatot, és Berlinben játszódik a, a dolog, úgyhogy, és innen mennek most már megint, de nem akarnak megjelent szól is, és, és minden egyéb régi ismerős, Úgyhogy az beindult, aztán Agents of S.H.I.E.L.D. is elindította az évadát, úgyhogy kereshetjük tovább a, a földön túliakat és a, és a azoknak a, a harcát ugye a, a hidrával. Aztán mi van? Jaj, Blacklist! Elindult a Blacklist is. Geniális. Úgyhogy ahogy az előző évadban befejezték, hogy, ö, hogy a csaj tulajdonképp egy kettős ügynök és orosz ügynök, az most ott folytatódott, és mindenki őket vadászza most. És itt direkt nem spoilerezem el, hogy mi a vége az első résznek, de itt is csavartak egy hatalmasat rajta. És mi volt még? Más nincs, hát meg az énésön. Nem tudom, én ilyen Netflixes, es megmondom őszintén, tudom, hogy mi a Netflix, csak hogy ez még azért úgy hozzánk annyira nem uh, van közel. Hát azért hogy nincs hozzánk közel, mert nem, nem szolgáltat nálunk a, nem a szolgáltat Netflix. Nem szolgáltat így van a, a Netflix, de hogy a Netflixen mennyi ilyen uh, jobbnál jobbnak tűnő uh, sorozat uh, uh, indul, vagy fut, vagy trélereznek, vagy uh, nem tudom, tehát, uh, és egész nagy uh, rendezők uh, rámentek a, a, Netflixre, például Terry Gilliam akar az időbanditákból írni egy... Jaj! Egy... <laughs> Na, Jaj. Az így összeraktad a fejedbe. Hú, Terry Gilliant is igen, meg az, az időbanditák se a kedvenc filmem volt. Na mindegy, ő, ő akar a, ebből egy sorozatot indítani a, a Netflixen, ha belegondolsz... Én forgatom a fejem, hogy... Ha belegondolsz, sokkal egyszerűbb nekik egy ilyen előfizetéses modellben letolni az évadot. Már csak az elköteleződés miatt is. Egyébként most, majd, most majdnem beszopattam saját magunkat, mert ugye nekem van mindenféle külföldi VPN-em, és már itt az újam rajta volt az USA VPN-en, hogy fölmentem a Netflix oldalra, de mondom, hogy erre rákat indog, akkor ugrott a, ugrott a Sky beszélgetés, mert ugye kiírja, hogy szori Netflix nem elérhető az országodban. Egyébként, Aha. mikor mi kint voltunk ugye legutóbb Amerikában, akkor, és ez divat is náluk, hogy így reklámozzák a lakást, hogy és 150 faszom tudja, tévécsatorna és Netflix, Netflix és Netflix, yeah. ilyen on-demand, olyan on-demand, és tényleg az van, hogy ott, ott így tévéznek, és, és ez a legkényelmesebb, legjobb, hogy nem kell mindenféle hülye reklámokat, meg, meg, meg egyéb más nézned, mit összegyűlik négy-öt rész, az tak-tak-tak-tak-tak, lekattingatod, és, és nézed mindezt on demand, tehát ö, egy streamből ként, hoz höz, ahogy éppen előveszed, úgyhogy én várom ezeket a szolgáltatókat, ugyanúgy, ahogy az amazon a Netflix-et, vagy a Hulu-t, vagy, a, vagy azokat, a, azokat a kereskedőket, akik valamiért ezt nem látják a piacot még bennünk, de ugye az Amazon is kijelentette, hogy, hogy már pedig ö, megerősíti a nem kelet, nem kelet-európa vagyunk, és senki nem, mindenki rosszul mondja, nem, ö, mi közép-kelet-európa vagyunk. Így van, így van. És nem kelet-közép-európa. Úgyhogy Ez tök, tök jó lenne, hogyha ezeket elhoznák, és, 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 és ö, látod is, hogy, hogy a, ott van a showtime, ott van a a nagy kiadók mindegyike megtalálható Netflixen, és nincs az a gondod, hogy mint én, hogy lehúzom a, a és aztán most leesett két hét után, hogy jó, hogy én úgy szoktam, hogy angol felirattal megnézem, mikor megjelenik, aztán magyar felirattal, mikor megjelenik, de, de most szívhatja a fogát, aki a Zénésönt nézni mondjuk magyar felirattal, mert a fordítója leadta úgy, hogy marad az angol felirat, vagy eredeti nyelv felirat nélkül. Ugye már előttem valamikor az adás elején azt a poént, hogy jön a 9-es Dr. Hú igen. Uh, még ennyit a sorozatokról, meg most így, hogy beszélgettünk, uh, az Evil Dead visszatért. Ó. Uh. Uh, Úgyhogy van egy, van egy uh, trailer róla, és valószínűleg sorozatot uh, csináltak belőle. Mondjuk abból nem tudom, hogy lehetett, de de majd erre lehet, hogy adtál rá kacsintok erre a sorozatra. Na és akkor amit akartam neked mondani, hogy miért volt nekem most, vagy miért van elmaradásom? Azt mondja, hogy talán P -csü csütörtökön. Csütörtökön, képzeld semmi nem volt. Se villám, se vihar. délben nézem épp a tévét, vagy sorozatot, nem tudom, így puk, net el, tv el, áram el. Nagyon örültem, hisz a nemrég lebiztosítóztatott nasom is még mindig szünetmentes nélkül lóg a 220-as konnektoron. Jó, mondom, ne legyen az, hogy visszakapcsol, lekapcsol, visszakapcsol, kihúztam a francba. És aztán elmentünk valahova. de ja nem, bocsánat, ez mikor volt? Nem, vasárnap. Jaj, és tudom, hogy ez miért idegesített föl, mert ugye vasárnap, ö, és ö, Felhő barátom jó voltából nem voltam ö, ö, bajnokok ligája Veszprém kézilabda meccsen. Az jó lehetett. Besiktas ellen játszottak, és egyébként nem volt túl fényes szóval, kurvasok helyzetet kihagytak. Na nem is ez a lényeg, hanem ö, előtte még egy ilyen ünnepi hajvágás, asszony letolta a sérómat, menne a fürdőbe, hogy kivassalja a haját, és akkor ment el az áram. Na most egy kivasalatlan hajú nőt próbálj meg megnyugtatni. Ő így nem megy sehova, meg egyébként is, nincs áram. Mi lett volna, ha a hajvágásom közbe, és belegondoltam, tényleg mi lett volna, bassza meg. És és mondom, akkor vigyük el a hajvasalót, megállunk a McDonald'snál is majd ott ki. Hogy gondolod? Kocsiban kb. 10 percig hallgattam, hogy nézd meg, most nézd meg a hajam, nézd meg, nincs kivasalva. Ránéztem, hát nekem tök ugyanolyan, mint a kínálna <laughs> Na mindegy. Igen, ö, nem látom a különbséget. Igen, ez volt délben, nem mondom, ha hazaérünk, addigra minden fasza lesz. Aha, hazaértünk, minden fasza volt, csak ki volt merevedve a TV képe. Mondom, ez mi a rák? Villognak ben, az órák. Nem maradt a memóriájába? Vagy nem, nem, ugyanis az áram visszajött, majd utána... Ö, a net nem jött vissza. Ugyanis leégett egy trafó. De már gyanús volt, mikor jöttem befele a lakóparkba, hogy, hogy akkor a kamiont képzelj el, amire ilyen 40 lábos konténereket raksz, és ezen nem egy 40 lábos konténer volt, hanem egy 30 lábas agregátor. Egy dízelgenerátor, plusz még egy ugyanilyen, az kicsit kisebb volt, de az is zúgott, körülbelül két sarokkal arrébbra hallottam, úgyhogy ott már kezdtem félni úgyhogy ö, hazaértem, ö, nem tudott ö, szinkron találni a net. A kollégák azt mondták, hogy mm, javulni látják, javulni látják. Ö, reggel bementem dolgozni, hát én még nem láttam javulni, úgyhogy ö, az internet az egy ilyen laza, várjál, hogy volt déltől másnap 12-ig nem ment, az egy laza nap. Utána ö, hazaértem délután, akkor visszajött képzeld a net, majd. Ö, nem, bocsánat, nem, nem. Elindultam haza, és mikor ö, írogattam azt, amit nekem kellett még ott a munkahelyen, 18 óra 18.05 perckor ráfrissítettem a grafikonra, írt a szomszédom ugyanis, hogy megint nincs net. vagy áram. Mondom, ez kurva jó, meg. 18.05-kor az elmű azt mondta, hogy most fixáljuk meg véglegesen. Ez azt jelentette, hogy lekapcsolták három óra szünet. Tudod, ezt mindent este kell csinálni, hogy akkor ja, akkor, akkor észrevehető, hogy dolgoznak, hisz sötét van, és nem tudsz semmit de csinálni. Hazajöttem, a feleségem tanított még a másik ö, irodában, ami hála Isten, egy másik lakópark, és ott volt áram, de ö, itt nem, úgyhogy elővettem hangulatosan két IKEA-s teamécsest, a telefon lámpájával ugye keresgetve, aztán kerestem gyufát, amit olyan rég használtam, hogy nem tudtam meggyújtani először, egy másik gyufás dobozzal meggyújtottam a gyufát, azzal a két mécsest, lefeküdtem a kanapéra, néztem a két gyertyát, és relaxáltam. Úgyhogy ennyi volt, és utána három óra múlva visszajött a, az áram, visszajött az internet, és még utána két napig nem mertem bekapcsolni a nast, mert hogy folyamatosan zúgott a lakóparkban a, az aggregátor, és úgy voltam vele, hogy ők nem olyan gyorsak, hogy hogy fáziskésés nélkül, illetve kiesés nélkül tudnának generátorról átállni a sima 230-ra, vagy 240 most nem tudom, 230-ra, úgyhogy, úgyhogy 4-5 napig nas, úgyhogy most ma visszakapcsoltam, és trrr, húzta le fel a, a Linux disztribúciókat. Na, ez történt velem egyébként. tehát ha nincs program, csinál nekem az elmű. Ja. Na, szóval visszatérve a Homelandre, nekem az volt az első olyan sorozatom, amit így zabáltam. Tehát így, borzasztó tudod, amikor oda jössz, és itt a még kilenc részt egyben nézel meg, mert egyszerűen nem bírsz felállni a, a gép mellől egy hétvégén, mert annyira izgalmas meg. Ve, Vereges meg a válladat virtuálisan. Masters of Sex van még két részem a harmadik évadból Ledaráltam a picsába, nagyon durva. De hát jó, nem? Tehát hát nekem nagyon. tetszett. volt olyan, igen, mikor hajna fél négyig néztem. Még nézek egyet, még nézek, beletekerek. Már élből tudom, hogy az elején két percet kell ugorni, mert ugye az, ez volt az előzmény, utána főcím. Ja, ja, ja. Tudod, tud, hogy nekem mi volt az egész sorozatban a legdurvább jelenet? Mindjárt spoilerez ez az utolsó két rész, na mi? Nem, 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 Ez biztos, hogy láttad már. Amikor a, a Masters bement a feleségéhez, és a saját gyerekét kaparta ki. Várjál már. Mikor kap a... Ja, a, mikor elvesztette amikor elvesztette az fogta elsőt. A nő a az... kezét, és mondta, hogy de legalább most gyere velem. Igen, 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 az első. Tehát mikor a természetes megtermék. Ja, meg, tehát, hogy ezt így belegondoltál, hogy egy nőgyógyász öcsém, á, nekem, a, mond, nekem a legkeményebb, mondta, mond a, a legkeményebb ezek a, a, ezek a ezek a az élettől teljesen el, elszakadt emberek, mint ő is. Tudod, így, így megy maga előtt, így, így gondolkozik, beszél, a saját világában el van, és van egy, ké, egy képe a világról. És tudod, ez a uh, szexel a, a saját asszisztensével, Igen. de azért, hogy de, hogy de tudományos, tudományos szempontból is bedrótozza be, be magát, meg stopperrel mérik, hogy mikor milyen szakaszban vannak. De Úgy, egyébként a csaj szerintem zseniális benne, tehát uh, szép a melle a nőt. formája. Imádom azt a nőt, marha jó játszik. Tudod, ki meg játszik meg még kurva nagy karaktert? A, a homár orvos. A, a, a főnöke. Aki hát volt. aki a főnöke volt, igen, most igen. már az alkalmazottja, hogy beúszott. Az én. is me mekkora csavar volt benne. Tehát lehet itt szerintem jó, jó témákat csinálni. Kíváncsi leszek a, a, az új évadra, mert hogy ugye az már. A... El nem mond, mi volt a vége ennek? Jó, nem mondom. Okay. Na, hát a videót azt te raktad be? Gondoltam én ezt a Black is beszélgetésünket videónak, a kultúrát azt nem én raktam be. Azt én raktam be, azt pedig, ha már Blacky, akkor talált, tudod, van ez a, ez, ez, marhára tetszik nekem, hogy, hogy művészek ilyen ver verseket mondanak különböző filmrészletek alá. Tudod, a Rambóval kezdődött. Igen, 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 igen. Csúlya Imre és társai. Igen, igen. Most képzeld el, hát ez zseniális, érted? Csillagok háborúja, József Attila, ha nem leszel, és a Csernák János mondja, aki egyébként a hanszóló hangjának hihetetlen <laughs> jó, nem csak a Tehát nézd meg, nézd meg, hát ez, ez valami, és a Leilának nyomja, hát kész voltam. Tehát... Ki kell, hogy javítsalak, mert Blacky távolról elfeszíti a torkodat, Lejja... Leia, bocsánat. Leia hercegnő. Igen. Leia hercegnőnek nyomja a, a József Attila verset, tehát én kész voltam, hihetetlen jó. Hát egyébként hihetetlen. erről a verselő is rújtott eszembe, ezt az egy dolgot néztem meg, ezt is csak utólag a, a Hungarians Got Talentből a magyar srác, aki elment szavalni, és olyan sötét volt a zsűri, hogy nem esett le nekik, hogy, hogy, miről vagy mit szaval, ugyanis a belgától az egy-két h kurva anyád, négy, öt, hat szob le a faszt, kezdte el szavalni, és basz meg, na, tudod, egy kicsit ilyen, ilyen legény bajsza volt, valami főiskolás egyetemista gyerek, és lenyomták a vége előtt. Ő még egy picit mondta, mindenki, hú, hú de micsoda, meg vagyunk, sző, rökönyödve is. Azt visszaválaszolt neki ilyen stílusban a, mit tudom is, ilyen Patrícia, és a Dombinak leesett, hogy ez belga, de a srác nem mondta, hogy, hogy ez, ez tulajdonképpen egy létező dalszöveg volt, te hülye. Itt és mindenki, hogy hát ezt így nem lehet itt, meg hát mégis, hogy mi? És hogy, hogy miért jöttél ide ezzel? És mondta, hogy hát fogadásból. hát tudtuk mekkora fej vagy fogadásból, és mibe fogadtatok? Egy adiverses kötetbe. Fasz, megmondom, hát ez mekkora prezident ez a gyerek, hallod? Egy adi verses kötetbe fogadtak, hogy eljön és elszavalta. Elment, elszavalta. Megvan. Ne, azt hiszem bölcsész, vagy valami hasonló volt a srác, eltén talán. Úgyhogy úgy oh. én, én meg ajánlanék neki ott. De tehát ez, ez, ezzel azért mondjuk be lehetett a zsűrit elég rendesen. Voltak ott olyan fiatalok, nem kell ismerni a belgát, de pont abból a gyerekből nem néztem ki, hogy nem ismeri. Ott hátul a dombovári az, az fölismerte, hogy ez egy belga szám. <laughs> más, más a kontextus, ha igen, mikor elszavalsz egy, 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 ilyet. Jó pofa volt. Na, úgyhogy én ezt uh, raktam be a kultúra rovatba. Hát várjuk a jövő hétre az olvasói kérdéseket. Meg, meg mújót, hát ha többet meg lesz. Meg hát ha többet lesz, tudunk együtt mint, lenni. Vagy Nem együtt. tudom, kiment, kiment a vezekelni még a, a Városligetbe, és ott kóborol még. <hül> uh, jó. Akkor uh, hát nem tudom, hogy mennyit rögzítettem az elején, most két órán elállítottam. Elég állítta. sokat. Szerintem. Hát akkor szerintem ilyen 1.45 körül járunk. Úristen. Isten. <hül> Várjál 2 Kettő már. óra, kettő perc van, szerintem egy negyed órát biztos, hogy eldumáltunk az elején, vagy húsz percet, úgyhogy annyi lesz az egy, egy negyven környékén. Nem is beszéltünk róla, hogy mi legyen az adás címe. Fú, és most tényleg nem beszéltünk róla. Na, most, most, most mi ezen legyen? gondolkoztam, egy hogy legyen az a címe, ö, nem tud ellenkezni egy-kettő, mementó lesz neki, hogy velünk aztán nem packázhat. Ö, legyen az a címe, hogy... hogy. Vagy az legyen a címe, hogy mindig nézd a naptárad, vagy az legyen a címe, hogy a hegedű bűvöletében. Vagy az legyen a címe, hogy a páratlan páros. Oké, okay, az jó ez így, a... tömörebb. <laughs> jó. Ha, hát egy most. élmény volt veletek. örülök, hogy itt voltatok velünk. sziasztok. sziasztok.